Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyi Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6:45 lesz, 2 perc. Na, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Zsülci, hozzájárulnak egy füles. Zsül, egy füles kérek! Előbb küld át a linket. De csenger utána mindkét fülem. Hú, gyerekek. A Möri meg a Gyokó még mindig öli egymást. Ezek így aha, szeretnek igen, játszani. És Nisikor is behúzta. Köszi. Egyre nagyobb szarba vagyok. Jó van. Figyelj, azt nem a Nisikor nyerte meg, azt a Wawrinka vesztette. Ez is igaz. Ja, de mondjuk így most már jobb. Így most már nem fáj annyira. Úgy játszott az első szettben a Wawrinka, mint a zsinóról húzták volna. Én nem tudom, aztán lefeküdtem aludni, mondom, jó, ez megvan. Úgy játszott, mint az atom, aztán láttam még így éjszaka, hogy egy-egy, mondom, mi az Isten van, ez hülye ez a Wawrinka, fejben nincs ott, ez sokkal, mint a Nisikori. Erre Nisikori behúztam. Gondoltam, lát, mennyit tettél föl? Hát hál' Istennek nem túl sokat, de Móni már jelezte, hogy azért a Virág beiskolázásának is vannak költségei, amiket jelenleg a pazarlásból. Igen, nem bali hóbortos típjeire tennéd föl a család megtakarítását, ez mondjuk lehet, hogy jó lenne. Akinek esze van a hallgatók közül, ha ma is tippel a Balázs, pont az ellenkezőjét teszi. Igen, most nem annyira. Nem, most nem vagy nyerőágom. Aki érte teniszhez, az tudja, hogy miért a Wawrinkát tettem meg. Papírformában ő az esélyes. Ő volt. Így van. Ez a Nisikori, ráadásul olyan meccset játszott, hogy ki kellett volna, hogy fáradjon második szettnél, mert volt egy 4 órás meccse a Wawrinka előtt. Nem is értem ezt a Wawrinkát. Szerintem nem a Nisikori nyerte meg, ez rajtad nem változtat. Szerintem a Wawrinka elszállt fejben, és rommá kiütött mindent. Na jó, tehát, majd ezt mondom, amikor a gyerek szeretne egy új tornacipőt magának. Ja, Kincsen, tényleg az volt, hogy itt a Wawrinka elszállt fejben. Neki kellett volna hozni a papírformát. Tudod, egyébként a múltkor a papírforma ellenére fogadtunk valamit, mert azt mondta a Balázs bácsi, hogy akkor arra fogadjunk, de hogy akkor a papírformán fogadtunk volna, akkor az bejött volna. De most, ha meg nem, akkor meg ezért. De mindegy, nem érdekes, ezt úgyse érted. Én sem értem. A lényeg, hogy nincs cipő. Figyelj, de még tettél a Gyoko Mörire. Ott a Gyokót mondtam. Igen, de ott annyit fog, hogy hú, már csak úgy számolgatom, az 1, a 2, az 5, a 10 forintok. Figyelj, hát ott... Igen. Nem, azért annál többet kellett, hogy adjon. Egy Gyoko Mörire nem hiszem, hogy 1-0-2-t adott. 1-0-3. Nem, ez az ott. Gyoko Mörire. Nem, az nem lehet. Az a Möri túl jó. 1-2. Na, azért mondom, tehát az a Möri túl jó, hogy... Befektetett 1000-re, 1200-t kapsz vissza. Jól értem? Meg a hülyének is. Ami az egyiken elment, már azt hiszem, hogy 1,65 volt a Wawrinka. Minden nem érdekes. Mindegy, ma tegyél Federerre, aztán ott egy kicsi visszajön, már játszik. Tesz a tököm. Érted? Nem, ezen túl most már csak dominozni fogok. Ne tegyetek Federerre. Meg hogy sakkozni kint a Kossuth téren Kispesten az öregekkel. Nézem már, azt hiszem Monfils-szel játszik. 5 forintba. Monfils-szel játszik, Roger, azt megteheted, bízzál bennem. Szerintem te is engedd el, Balázs, a nimbuszodat ne rombold tovább, légy szíves. Á, gyerekek, én már a végeredmény. Mondom meg, azt mondja, hogy nem. Fogja a döntőt játszani. Nem. Szerintem Roger ott lesz a döntőben. Roger és? Szerintem nagy valószínűsége Rozsé Gyokó döntő lesz. Ha ott vagyunk, akkor arra teszünk. Hát azért azt akkor megtesszük. Hát persze. Ahhoz le kell vernie most a Mörit. És azt megmondtam, hogy Gyoko Möri. Aha. És kik játszanak? Na, és kik játszanak? Én megmondtam, hogy Japán tévén fogjuk nézni, és tessék. És az. És csak az a baj, hogy Inába gyártja. Úgy szeretem az ilyen orákulumokat egyébként tényleg, de van egy csomó ilyen ismerősöm, aki na, majd meglátod, a jövő hétre érted, az lesz, hogy. És nem az lesz. És aha, soha nem az lesz. Jó, nálad a soha nem állja meg a helyét. Nem mert tudtok ti sem. Eddigi hány tippelt meccse volt? 6? 6-ból 2 bejött, nem? Mindegy. Nem érdekes. Én is vettem majdnem 3080 OTP-t ezt. Dehogy. Pedig? Azért. Pedig jó lett volna. Azért a tegnapi napja nem volt rossz az OTP-nek. Se baj. Ha láttad, amit én köszönjük láttam. Putyinnak, amit elvett az egyik kezébe, azt visszaadta a másik. Egy laza 4%-ot erősített. A mai bedurant majd egy olyan félmondat, amitől megint minden. Na mindegy, nem is érdekes messz. Na mindegy, gyerekek, jó van, mi újság van egyébként. Hát srácok, mindenki pihent, jól van. Hát, hogy pihentem, az pici túlzás. Eszembe jutott, hogy a jövő héten lesz a Vizer Budapest félmaraton. Futni meg nem nagyon futottam mostanában, aztán tegnap toltam egy hosszabb távot, hogy megnézem, hogy állok. Nagyon jó. De jól állok. De jól. Igen, nagyon jó állapotban vagyok, úgyhogy futottam tegnap este egy 17-est, hogy megnézem, hogy mi a helyzet. Az a szerencsém, hogy most először, hosszú évek óta először a kedves nejemmel, életem párjával, szerelmemmel, oldalbordámmal fogunk majd futni. hogy meg tudtuk oldani a dolgot, és akkor így egy kicsit lassabb tempót fogunk diktálni. Már de miattad gondolom, tehát ő jobban fut, mint te, nem? Hát természetesen. Hogy a viharban, ne? Ők párban fognak indulni, Sterzer Hildával. Az azt jelenti, hogy össze vannak kötve? Tessék? Össze vannak kötve. Igen, a bal lába a jobb lábához van. Igen, és a másik is egyszerűen kell. És menős. Az a nehezítés, hogy nem egy irányba néznek. Na. Egyikük hátrafele fut. Válban vannak összekötve. És a Hildával, Erős Zsoltnak az özvegyével fognak futni egy ilyen kis páros, mint tavaly is ebben az évben, és a Zsoltnak az emlékét fogjuk ápolni a futással, illetve a Hópárduc alapítványra fogjuk felhívni a figyelmet egy kicsit. És hát ennek megfelelően, ezért nem azért, mert nekem megy most, hanem azért természetesen, mert ők is ott lesznek, ezért egy picit lassabban fogok majd futni. A párban futás, amikor nevezel, az úgy van, hogy nektek végig kettesbe kell lefutni? Nem. Vagy ez csak így ők kitalálták, hogy kettesben futnak, és akkor végig. Az első futó, az fut, azt mondja, hogy 11,1-et. És a másik is. Igen, és akkor a másik nem, mert a 9-et. Illetve nem, várja, akkor a 11 van. 11, valahogy így, mindegy. Aha. Ja, tehát úgy vagy párba, hogy megosztod. Így van, pontosan. Ha is olyat nem lecsinálunk, 21-en futunk egy-egy kilométert, mert akkor az... Jaj, maradjál már, most mit fested magad? Azt sem értem egyébként, hogy te miért nem indulsz párban mondjuk a Csabival. Mert az nagyon sok. Aha. Az rengeteg sok kilométer. Annyit nem lehet lefutni. Persze. Na jó, le lehet. Úgyhogy ez lesz jövő héten. Jövő hét. Jövő hét vasárnap. Jövő hét vasárnap. Azon még nem. Azon még nem. Valamelyiken rászállom magam, és akkor futok egy kicsit. Csak úgy megnézem. Pókjárásban. Tessék? Egyszer el fog indulni, csak egy kíváncsiságból. Nem elég jó a kondi. Simán meg tudnád csinálni, hogy picit komolyabban vennéd, ez annyira... Nem, hát tudod, mi a véleményem a futásról. Jó van, persze. De hogy csak úgy egyszer edzés nélkül odállok. És lehet, hogy abba hagyom 10 kilométer. Ki fogom próbálni tényleg? Nincs valami 10-12-es táv valamikor? Hát meg ezt is tudod, össze el lehet darabolni 3x7 felé is például. Tehát most jövő évvégén azt mondod, hogy még két ember. Az már nem hivatalos ugyan, de... Az nem hivatalos? Nem, mert hogy két részletben lehet futni. Aha. De egyébként ebből a befutó az 9-et fut. Tehát, hogy simán tolhattad volna. Befutó fut 9-et? És én úgy futottam volna a helyetekbe, Feri letolta volna az elejét, és te pedig a végét. És olyankor mindig csak a befutó embert látják. Mert az első ember meg abban akkor föld alatt izik vissza egyébként a felvonulási térre és környékére, tehát mindig a befutó embert látják. Köszönöm, igen, megcsináltam, király vagyok. És közben a Feri meg ott a Kodály körönnél, aki állott a föld alatt. Igen, és nem is látják, hogy ő váltóba futotta, vagy együtt futotta le. Igen, az kemény. Na mindegy, még egy kicsit, hogy lélekben készülök, aztán majd. Azt mondják, hogy ott dől el, fejben dől el. Minden fejben dől el, minden. Meg évről évre egyébként indulási csúcsok vannak. Szerintem a jövő héten is rengetegen lesznek, imádják az emberek. Úgyhogy mindenképpen a hangulat miatt is érdemes kimenni. Meg hát az autóstársak miatt is, akik kevésbé toleránsak az futóversenyekkel szemben. Én már nem tudom, hova álljak ebben a vitában, mert a múltkor is mondtam, hogy milyen jó, hogy van rendezvény a városban, ilyen meg olyan, és akkor elkezdtek írni a hallgatók, és tulajdonképpen aztán elkezdtem gondolkodni, hogy ha minden hétvégén az van, hogy mondjuk neked dolgozni kéne menned, szombaton dolgozol, és egyetlen egy szombaton sem tud sehova menni, az biztos marhára idegesítő, ettől függetlenül is azt gondolom, kitartok emellett, hogy igenis annyi alternatív útvonal van, hát nem mész a rakparton, mész a körúton. Meg lehet oldani. Tehát azért ezt meg lehet. Csak most mondom a körutat, hogy reggel 5 óra 35 perckor folyamatos kocsisor. De milyen a Margit, tehát a Terézen? Ja nem, ezen a nagyon-nagyon Hungárián. Hát ott újítanak valamit, hát, nem? Vagy csinálják a villamos? Vagy ott valamitől. Én nem járok, soha nem járok. Eleve nem szeretem a Hungáriát, tehát legritkábban megyek arra. Mondjuk nem szép. Mindig be van dugulva. Igen, egyrészt nincs mit nézni, tehát hogy nem olyan, mint az Andrássy út mondjuk, nem. Hogy elnézelősz, de mondom, tömött sorok voltak ma reggel. De tök jó kerülő utak vannak, a Hungáriát azt én valahogy nem szeretem. Október 13-án van valamilyen kicsi maraton, 7 kilométer. Azt írja valaki. Maraton? Igen. Riska maraton. Igen. Mini maraton. Igen. Tudod, meg lesz maratonka egyébként. Igen, csak akkor már mi nem itt leszünk. De... Szűkölsz egy szállodában, amiről jelen pillanatban nem tudod, hogy milyen szálloda. Zsül, küld már azt a rohadt linket. Egy. Igen, kettő. Október 13-án nekem már nem futkározom itthon. Itt sehol. Ott meg azért nem futkározom, mert nem mersz meg kimenni, hogy az ebolás majmok nem harapja a nyakon. Nem. Abban van a vitamin. Nem kell félni az ebolától. Persze. Bocsánat, a majmok nem ebolások, ők csak écesek. Tehát egyébként így van. Tehát most nem is értem ezt az összehasonlítást, hogy nem ebolások. Igen, tehát elmész egy szafarina, mert ha már kint vagy, legalább azt nézd meg, és ott fogsz szűkölni a jeep aljában az ülés előtt, érted, úgyhogy nem látsz semmit, hogy nehogy rádugorjon egy makákó, és megkarmoljon véletlenül. Ez milyen megharapna, és még maláriás is lenne. És olyan maláriás vagy, igen, és utána pedig rátüsszent egy ebolás, ha véletlenül kimentél tejért a közértbe. Ha ott egyáltalán lehet. Ha ott van tej, egyáltalán érted, meg van közért, tehát oda elmegyünk a sötét Afrikába. Csak nem úgy hívják. Ez picit megterheli az immunrendszert. Mi? A tej? Nem, azért ha azt megharap egy éces majon, ebolás leszel, és megcsíp egy maláriás szúnyog. Igen, azért még ráadásul. Azért vakarná a fejét az orvos. Kicsit úgy jársz, mint Norberg a csupasz pisztolyban. Ott egy picit azért kell ezen dolgozni. Amikor fölment a komállakra, és mindenféle probléma történt vele. Lelőtték, becsípte a kezét az ablak, megsütötte magát a tüszén, stb. Hát igen. Melyiket kezeljük először? Teszi fel a kérdést, az orvos. Külön-külön is mindegyikbe belepusztoljuk. Igazából szerintem mindegy. Ne pazaroljuk a gyógyszereket. A maláriából ki lehet jönni, nem? Legalább. A maláriából igen, szerintem. Ott a gyógyszernek van elég sok fura mellékhatása, ha szeded ezt a malária ellenes gyógyszert. Azt én nem fogom szedni. De én azt Argentinában se szedtem. Aztán persze egy ideig bejön. Argentinában igen. Is van malária. Hát amíg meg nem csíp a szúnyom. Igen, tehát előbb-utóbb ennek lesz találati aránya, hogy az ember nem szedi. Nem tudom, ott látászavarra panaszkodtak, meg rosszul lettek, meg valaki szédült tőle, meg fényre érzékeny lett. Nem tudom, mi van abban a malária ellenes gyógyszerben, de azt nem. Nem volt, aki szedte. Volt, aki szedte, de volt, aki annyira rosszul lett, hogy abba is hagyta. Volt, aki hívott is rá, az meg jól lett. Az meg nagyon jól lett. Úgyhogy... több napig nagyon jól lett. Maláriát szerintem ne szedjél. Jó, én nem is akartam egy percig se. Hát most hogy fogok ott fröccset inni a jó dél-afrikai borokból? Aha, a híres dél-afrikai borokból. Egyébként vannak dél-afrikai, vannak. Jönnek föl. Már be is. Dél-afrikai, igen, van egy-két jó bor. Még az országban. Ez a kettő, tehát bor és gyémánt. Melyik a szimpatikusabb? A gyémánt. Most találtak pont valami dél-afrikai bányában, a világ legnagyobb gyémántját. Gyémántot, igen, láttam. Úgy néz ki, mint egy ilyen vesekő akkora konkrétan. Tehát egy ilyen, nem is tudom, hogy ez így... Mondjuk, ha valakinek egy ekkora vesekő van, az most már tényleg menjen el az asztékába. Az túrhat keménye a kipizsnélet. Olcsóbb kint a gyémánt, csak hogyha hoznék valamit a nyáron. Szerintem igen. Hát nyilván, hogy csiszolatlanul ott megszerzed egy bányából, bebotorkálsz oda, és nem botorkálok be, tehát nem megyek ki, érted? Mert nem mehetsz ki majd a szállodából, az lesz, hogy fegyveres őrök visznek benne. Ilyen maszkos emberek fognak elvinni minket, aztán az visszahoznak. Az nem jó, maszkos emberek. Utána szólok már, hogy sorry, bocsánat, fehér szahib, hova lesz a séta? Hova. Tetszik a ruhád, a veséd, a szíved és a májad, és ezeket így szépen. Főleg a szemüvege. Ezeket fogják így szépen egyezőkbe elvenni. De jó lesz, tűzgyújtás az így is van. Figyelj, most kaptam egyébként, bocsánat, hogy szabadvágok, csak nagyon friss az információ, hogy hallgatta a megszólásunkat a BSI, és elindítanak egy triót. De természetesen nem, csak én nem tudtam róla. Szóval van trió felállás. Mondtam is a vizelen. Nem, ez most nem annyira érnek. Figyelj, 7, 4, 5, 9, 7, 8. Nem alkuszunk. Majd, ha van valami, azt egybe lefutom. Jó. Most nem. Dehogy már ő nem fut egy 7-4-et. Ha van egy ilyen 10-12-es valahol, azt majd egybe lefutom. Aha. Király. Most nem osztozom. Az olyan ciki, tudod feldarabolni. Tehát nem bírod lefutni. Miért lenne ciki 7 kilométer? Ne kezdjük már ezt el. Nem, azt mondom, van egy félmaraton, angol szerintem úgy jó odáll, hogy lefutod a félmaratont. Ha 6 felé darabolod, az... Hát nem 6 felé, 3 felé maximum. Az nem tudom, az engem úgy nem tenne boldog. Futás, jó, neked az megy kis újból, de aki nem egy futó ember, vagy futó alkat, azért hetet megcsinálni, szerintem az is jó. Hát persze, hát nem is róla beszélek, magamról. Jó, értjük. Hogy nem, én valahogy nem darabolnám fel, de mindegy, gyerekek, hát nincs ebben tulajdonképpen ennyi. Majd van egy egybe, egy 10-12. Akkor azt megcsinálod. Érkezem. De akkor jó, gyere már ki, legalább ott van egy csörgődobbal, vagy ilyesmi. Igen, egy szájdobbal, egy dorobbal. Hajrá, Jani! Nem, már majd van valami, ahol lehet röhögni, meg beszélgetni. Na, az? Nem a link? Ja, azt hittem, átküldtem, igen? Na jó, küld át. Észnél legyél. Hol fogunk aludni? Vigyázzál! Nem mindegy, gyerekek. Nem mindegy, hogy hol lesz a szálloda. Meg milyen lesz. És azok az emberek, akik mennek ki a műsorba, azok nem lesznek velünk. Ugye őket kirakjátok a dzsungelba. Vagy mi van ott? Nem, hát ők dzsungelbe lesznek, persze. Ők alapból oda mennek. pedig neki semmi pompa. Így van, mert most lecsapoltak egy mocsarat, ahol eddig szinte kizárólag csak malária szúnyogok éltek, és ott van a tábor. És ott van a tábor közvetlenül mellett. Ami rossz hír, hogy nektek is oda kell majd kijárni, forgatni. Hallom, hogy jön a Szabó Zsófi. Hova? Bizony. Ez igaz? Ide? Hát? Nem, ide nem jön, miért jönne ide? Jöhetne ide. Attól függ, melyik labba olvastad. Mindegyikben most. Igen? Aha, akkor nagy valószínűséggel így is van. De, mert ha csak egy részükből olvastad volna, akkor még érted. De ha már John Lennon is jöhetne. Már a Gázsiát is megírták, úgyhogy biztos, tudod. Megőrül a gyerekek. Mi van? Ezt ismerem, ezt a hotelt. Ja, azt hittem, azt mondod, hogy megőrülök. Tényleg jön hozzá a Szabó Zsófi. Tényleg jön a Szabó Zsófi. Igen, ő átigazolt, azt hallottam. És mit fog csinálni? Ő vezeti ezen túl a te műsoraidat, hogy mi lesz? Nem. Erősnek érez. Nem félek ettől így elsőre, azért nem rándult görcsbe a gyomrom. De hogy például az izébe, a Barátok közben, vagy mi van, az van ugye, ott az RTL-en. Szerintem abban például tök jó lenne. Viccesen nem föltűnne, izé vagyok, Miki Tamakis, vagy hogy hívják. Igen, műsorvezetésről beszélnek, hát. Elég sok mindenki esetében beszélnek ma már műsorvezetésről, meg képernyőre is tesznek egy-két ember kísérleti jellege. Én a Zsófit még nem láttam műsort vezetni, csak mindenféle szappanoperákban szerepelni. Na, mert azért a Jóbi-Rosszbiból igen, így Betty Tamakiszként vagy Tanakiszként átmenne. Jó, abban volt a Jóbiban. Jóbi-Rosszbiban volt. Helyes csaj, jöjjön át, ez aranyos. Meg a Bence mellé is jó lenne, nem? Valamelyik X-be. A Bence most szerintem azt egyedül csinálja. Egyedül azért. Hát azért már ne engedjék el a kezét, azért ne csapomjon valamiből a bulvár. Hát most már, ha ő azt egyedül indított el. Forrt a levegő, Istenes Bence és Szabó Zsófi között az első közös műsorvezetésük sor. Azon nagyon meglepődnék, ha beraknák egy ilyen nagy, azért ahhoz egy pici rutin azért az nem árt. Egy ilyen nagyszabású élő műsort azért tud, hogy hova kell nézni, az nem hiszem, hogy ezzel kezdenék. Leginkább a Zsófi érdekében, nem? Szerintem valami sorozatban lesz, nem? Nem vagy tudom. A reggeliben, mint műsorvezető, ott nagyon el tudom képzelni, de hogy azért ilyen nagy esti műsorokat, vagy vetélkedőket, azért azt nem gondolnám. De jön ki erre a hoposzra. Hát mondhatnék bármi, csak akkor meg kéne, hogy jöjjön. Ja, de nem csak engem, hanem a hallgatókat. Az összes hallgatót is meg kéne. Értem, nem kár. És egy csomó dologra mondtad, hogy fölviszed majd kézipodgyászban, úgyhogy nem ölhet meg. Igen. Igen, szóval azt nem mondhatom el, hát találgatások vannak. Gyerekek, hát megy az ide-oda rablás, hát látod. Nóri tőlünk rabolják el, mi a Zsófit visszük el. Most egy-egy. Tessék? Most egy-egy akkor. Igen? Hát de nem. Most újra mi támadunk? Hát igen. Nem. Most a tévé így van, neki hát kell most elvinniük valakit. Így van. Na de ki legyen az? De utána már meg kit tudunk elhozni? Hát, Trütkót. Úgy is levették most vasárnapról a naplót. Igen, áttették másik helyre. Nagyon szomorú lett. Igen, előrébb tették. Szombatra. Olyannyira, hogy egy nappal korábban a dél. Picit előrébb. Igen. Svábi mondta is, hogy ez akkor itt már történt a vége. Hát gyerekek, 17 éven, vagy 16 vagy 17 éve megy a napló, és mindenki, aki azt szereti, ezt a műsort megszokta, vasárnap este odaülsz és megnézed. Most szombat délután. Azért évek óta már leáldozóban volt. Tehát azért a Kobra az már azért évek óta nagyon-nagyon elverte a naplót. Tehát már közel sem akkora brand azért a napló, mint régen a Svábiék korszakában. Igen. Tehát nem nyúlnak olyan témákhoz, nem csináltak olyan dolgokat. Más baja is van szerintem. Régen valóban egy nagy brand volt a napló, de most már azért nem akkora. Tehát nyilván ezért kell oda más tenni, mert nem hozza már azt a számot, amit elvárnak. Tehát ugyanúgy hozná a számokat, akkor ott maradna. Tehát minden áthelyezésnek elsősorban nézettségi oka van. Szerintem most szeretnék megmutatni a műsort a kizárólag szombaton tévézőknek, akik eddig nem láthatták a vasárnapi műsort. Kevesen tévéznek szombaton délután 4 órakor. Jó, de szerintem a keveset is meg kell becsülni, mert aki a kicsit nem. Igen. Én nagyon régóta nem láttam, csak azt én nézettségeket mindig nézek, azt láttam már, hogy azért évek óta nem az. De az egy jó műsor volt, meg egy nagy emblematikus brandje azért a TV2-nek, tehát hogy az vitathatatlan, hogy azért ez egy nagyon sikeres műsor. Pedig kár, hogy nem nézed, mert amikor Trütko is csinál egy anyagot, az biztos, hogy szenzációként van tálalva. Igen. De megint készül hazahozni valakit, aki nem akar hazajönni? Hát, igen, mindig talál valakit, akiről... Uram, megegyere, én 10 éve itt lakom Londonban, nem maga hazajön, uram, meg vagyunk, köszönjük szépen, igen, nem van minden. Igen, na jól van. Szóval Zsófi egy ügyes, melyes csaj egyébként, úgyhogy neki abszolút örülünk. Hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1, és a javunkra. Nagyon jó. Gyerekek, hát akkor mai napot bárki játsza megnyeri. De jó lesz. Újra megvan a hét. Vagy érdekessé teszi egy 2-2-vel. Vagy kicsit fokozza az izgalmakat, igen. Igen. Csak mondom, hogy 5-2-re vezet Gyoko, tehát azért így 2-ből megint sikerül majd egyet eltalálni. Ez nem rossz, de hát a múltkor 4-ből 2-t, most 2-ből 1-et, a 50%-ra jó vagyok. Igen, nem tudsz kitörni ebből az 50-50-ből. Az 50-ből nem tudok kijönni, de egyelőre úgy néz ki, hogy Gyoko hozza a harmadik szettet elég erősen. Ráadásul lebrékeli a Murrayt, és úgy lesz 6-2. Már megint ez a hülye tánc. Ezt a bréket, ha valaki egyszer elmondja nekem. Hogy? Ez, hogy miért kell brékelni. Na, abban most nem megyek bele. Én is azt gondolom, hogy teljesen felesleges, tehát egy kiöntött vödörvíz lenne az udvarra. Igen. Balázs, Keresztes Ildikót is láttam a TV2 plakáton. Tényleg, átment az énekes műsorba. Igen. Tényleg? Sztárban sztár. Azt nem is tudtam. Igen. Azt tudtam, hogy volt valami kis... Hát de miért? Már ő nem RTL-es egy másfél éve. Hát jó, csak azért csinált 4X-faktort, vagy 3-at. Hát hosszú volt az út, nem ismerte, nem volt, hogy hívják, nem tudta, hogy a 7-essel kell elmenni a Róna utcáig. De azok, akik zsűriznek, azok sosem arcok tulajdonképpen. Na, azért ez így nem igaz, tehát ha 3 szériát megcsinálsz egy ilyen vívőműsor. Na de úgy értem, hogy ha véget ér és kiszállsz, akkor te nem vagy az arca már a csatornának. Tehát veled nincs egy olyan szerződés, mint a Nórival, hogyha azt megszeged, akkor bizonyos kötelességek vannak. Ha az lecseng, és te mondjuk kiszállsz belőle, akkor utána szabadon mehetsz. Igen, csak a másik tévécsatorna nem nagyon szokott élni a lehetőséggel, érted? Tehát aki ennyire odaáll egy műsor, meg egy csatorna mellé, mint például a Keresztes Ildi, az X mellé, azt hiszem 3 szériát csinált meg. Hát ebben azért nagy a vándorlás. Aha. Tehát hozzánk mi a Tóth Gabi az X-faktorba. Hát jó, a Gabriella úgy szárnyal ide-oda. Na jó, nem csak mondom, ugyanaz. Aha. Tehát, hogy azért ezek a TV2-s, RTL-es nem műsorvezető arcok, azért ezek nagyon jönnek-mennek. Hát Tóth Gabi meg a sztáros volt. Ott ül az X-faktor zsűrében. Tehát, hogy ezt így használják a csatornák. Na jól van. Megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a játékkal. Jó, ki az, aki jelentkezik. SMS-ben lehet ezt megtenni egészen nyugodtan. 6:04, jövünk a hírek után. 7 perc, ha pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk. Értekezleten mi volt, Balázs? Kérdezi valaki. Tényleg. Gyerekek. Megdicsértek a jó zenék miatt, mi? Nem jött szóba a zene. Aha. Nem jött szóba a zene. Ennyi, látom, én nem hoztam szóba. Én nem hoztam szóba. De nem jött, annyi minden más volt a héten, úgyhogy... Mondjuk nem. Láttam, hogy mielőtt bementél, azért fölvetél egy térdvédőt, hogy a kukorica ne kezdjék én nagyon a térhez, majd karáté. Nem, az értekezeteken azért általában nem én térdelek. Szóval azt nem nekem kell fölvenni. De nem volt semmi, úgyhogy gyerekek, úgy mentem be, hogy megvédem a zenéiteket, kiharcolok azért, amit elkövettetek. Kiállok, még ha nem is értek teljesen egyel azzal, amit csináltatok itt, amíg nem voltam itt. De nem volt semmi. Jó van. Figyeltek, én harcba szálltam. Akkor legközelebb durvábbat hozhatsz. Aha, igen. Jó, mondjuk azért tegnap tettél róla, még gyorsan egy fákját beledobtál a puskaporos hordok közé még utoljára. Á, hol van az a te zeneidhez képest? Egy jogánsz, hát az nem volt semmi. Az enyémeket el se hitték. Szerintem azt nem is értették. Azt nem is tudják hova tenni még. Szerintem azóta visszahallgatják, és még mindig elemzik, hogy majd jövő hétszerdán kérdéseket tegyenek föl. De most még ezt nem tudták hova tenni. Na, csak mondom, hogy azért egy oka hozzá, amit hozni kell. Ebbe igazad van. Na, hát akkor az megint. Csak nem neked, Jani. Figyelj, akárhogy is nézzük, hogyha jól számolom, hát az legalább egy 25-30 forint lesz. Tehát, hogy hát meg kicsibe játszol, hát most azt föltennél egy 5000 forintot, hát akkor már nyernél egy, mit tudom, 1000-es. Az már nem rossz. Nézzem? Mert figyelj csak, tollas a hát? Kicsit. Hozza? Aha, hozza. Hát? Ja, jó van. Na, hát erről beszélek. Na jó van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Hello, azt nézem, hogy... Kata! Igen, jól látod. Kata, hello, honnan hívsz minket? Máté Szalkamellő, Kocsord. Máté Szalkamellő, aha. És mit csinálsz? Hát most éppen szabadságon vagyok, de munkaidőben vízaórát szerelek. Vízaórát? Vízaórát. Ja, vízaórát. Jó, vízaórát szerelsz. Nem, azt nem kell szerelni. Milyen érdekes munka, vízórát vagy vízaórát szerelsz. És most Szabin vagy éppen? Aha. Igen, szabadságon vagyok. Mennyi idő? A héten. A hét kicsit kivettél még így egy ilyen utolsó nyári? Igen, igen, összegyűltek a munkák itthon, aztán ezt kell megcsinálnom. Csak akkor gondoltad, hogy Szabit veszel ki. Aha. Igen, megpihenek is. És hát kell az néha, persze. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Szuper! Ferivel. Jól van, indítjuk az órát, jó? Oké. Okay. 3, 2, 1, fire! Kata, te vízóra leolvasó is vagy? Dehogy, szerelő. Csak szerelsz. Csak szerelek. Aranyosan lemászol az aknába, és akkor megcsinálod, amit kell, ugye? Dehogy. De én is szeretnék kérdezni. Kérdezni, tessék? Lehet? Lehet. Magánéletedről lehet? Figyelek. Oké. Okay. Kérdezel, Kata? Szeretnék. Aha. Figyelj, az atombunkerben szereltél már vízórát? Dehogy. Szalacsi bácsi megvan még, ugye? Ja. Csak várom a kérdést. Na, igaz, hogy a feleségedet Békának hívod? Így igaz. Tetszik ez neked? Ez egy válasz volt? Ez az volt. És miért hívod Békának? Aranyos állat a béka, szerinted is? Nem jól látom. Hát ez időn túl volt már. Időn túl volt. Igen? Lehet. Érted? Behúztad. Hát egy-két másodpercen múlott, de nagyon hajszál volt. Egy másodperc előbb bemondod, akkor nem tudjuk elfogadni. A taps után volt, igen. Nem sokan múlt. Hogy nehogy belecsúsz véletlen, de nem egy-két másodperccel már lejárt. De kemény. De hát jó játék volt, küzdöttetek, kerülgetetek egymást. Na jó, akkor eredményes játék volt, igen? Igen. Neked jó, nekünk eredményes, igen. Nagyon örülök neki. Ismered egyébként személyesen és a Kocsord legendáját, Fogarasi Árpit? Nem ismerem, nem. Én csak tévéből láttam, nem volt hozzá szerencsém. Pedig ő egy igazi legenda. Hogy beszéltünk már egy csomó kocsordi emberrel, és senki nem ismeri. Hát nem, mert elég régi volt a felvétel, aztán azóta már idős. De a bunker megvan? Megvan, az igen. Az valami hihetetlen. Ahova menekülnötök. Jól van, hát küldjük az emlékcsomagot, jó? Megvan? Nagyszerű. Ügyes voltál, tényleg. Jó játszottál. Aranyosak vagytok. Köszönjük a játékot, köszi Kata. Hello, ciao. Egyszer el kell mennem Kocsordra. Csodálom, ezt még nem nézted meg. Hát picit kiesik. Igen, mert várnak, még nem neveznénk a bunkert. Na de minden ilyenre rá szoktál repülni. Bele tudom menni? Hát szerintem igen. Úgy de gyönyörű. Tehát, hogy azért... De nem fér be 10 millió ember. Nem is arra készül. Nem. De van benne anyag. Valljuk be őszintén. Ott van. Tehát azért azt nehezen. Ott azért van egy kis a vas meg betonmánia. Nehezen lövik át. Na jó, meghallgatjuk újra a híreket, 1 perc múlva 7 óra, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és gyerekek, mennyi az állás? Hogy állunk? Elég jól. Ja. Jól állunk? Látom, hogy elég jól, igen. Már tenisz van, ugye? Látom, hogy Gyoko? Így van. Nagyon jó, meg lesz ez a 32 forint. Gyerekek. Csak mondom, hogy Murray a meccsben maradásért adogat. Ha bukja, akkor Gyoko nyer. Bali mit mondott? Gyoko Murray, Gyoko nyer. Ennyi. Mire költöd majd a bevételt, a 32 forintot? Én is akkor én picit elúszott a másik része, az. De teniszben. Befektettem, nem államkötvénybe. Figyelj, erősen hozom az 50%-ot. Erősen. Figyelj. Tudom, a Nishikori Wawrinka az picit elment, de ez úgy néz ki, hogy Gyoko Murray az megvan. Figyelj, Gyoko Federer döntő lesz. Szerintem nagyon nyomorúságos annak az embernek az élete, aki csak a rosszra emlékezik, úgyhogy én csak a jóra fogok, jó? A Gyoko bejött. Ez az, jóra kell emlékezni. A jóra kell emlékezni. Most Murray nem hozza az adogatását, akkor 4 sima szettben. Mulatunk, igen. Akkor keresek valahol egy kis limóport, és csinálok belőle valamit, amiatt kocinthatunk. Elköltjük azt a sok pénzt, amit ezzel nyertél. Nem találom azokat a rohadt Jennifer Lawrence képeket, valamelyikőtök küldje már e-mailben. Sokan vagyunk ezzel így. Nem találtátok? Te láttad? Az összeset. És jó? Hát, semmi különös, egyébként vannak nála sokkal durvábbak. Aha, semmi különös, hát azért. Szerintem a két aponnak sokkal durvább képei vannak. Nekem is mondjuk azok a kedvenc, tehát hogy a mesélték, hogy azok súlyosak. Mesélték? Igen, azok azért nagyon igen, a szemem. A szemem mesélte, de hogyha TKB, hogyha nem tudod, de tényleg nem tudod, akkor majd rácsörjük, azt megmondjuk. De tényleg csak azért, hogy okuljál belőle. De hogy nem lehet ezeket megtalálni? Hát beütöd a Google-ba Jennifer Lawrence, vagy a hírkeresőbe beütöd a Jennifer Lawrence, kiad 600 cikket, és az elvisz a Tumblr-re, vagy elvisz a bárhova. Dehogy van. Nem? Dehogy is, ezek ilyen hazai bulvárlapok hozzák le kicsillagozva. Dehogy is, hát fölmész a bárhova tényleg. És ott vannak fönt ezek a képek külföldi oldalakon. Mind az 50 csajnak, aki... Sőt, van, aki albumba szedte. Igen. És megvan albumszerűen az összes. De az, hogy egyébként, hogy ő az első között volt, sőt az első volt, aki bevállalta a dolgot, tehát mondjuk nem is nagyon lehetett, tehát hogy nem, én vagyok, nagyon hasonlít rám a lány. Tehát, hogy az egy picit nyomorúságos magyarázat, igen. Nem, ez nem én vagyok. Nem, az anyajegy sem ugyanott. Nem azért van ugyanott az anyajegy a köldököm mellett, meg a fülem mögött, mert hogy ez hasonlít. Photoshop. Igen. Van olyan egyébként, amikor van echte hasonlás, mintha két tojás lenne. Nemrégében láttam egy hasonló jellegű képösszeállítást. Az volt a lényeg az egésznek, hogy vannak színésznők, és ezek a színésznőknek a felnőtt műfajból vannak másaik, alteregóik, akik között olyanok is vannak, akik egy az egybe úgy néznek ki. Tehát ránézel, megnézed a videót róla, és azt mondod, hogy ez XY színésznő. Egy az egyben, mindkét tojás. Nagyon durva. Nagyon durva, tényleg. És sokszor egyébként ezt is használják, mert hogy olyan művész nevet választanak, ami emlékeztet annak a színésznőnek a nevére. De ők más műfajban mozognak. Persze, általában. Igen, nem annyira... az is filmipar, igen, csak... A musicalek és a drámák. Ja. Azt írja, hogy egy estét kereste. Hát az nem tudom hol. Itt-ott leragad biztos. Abakuszon vagy. Ez tényleg 2 perc alatt el lehet érni ezeket a képeket. Azt mondja, hogy vannak közlekedési híreink, a 10-es út Solymártól Kiti katasztrófa. Kiti katasztrófa? Tényleg valaki elküldte egy Kiti katasztrófa? Kiti katasztrófa, DJ, köszönjük. Váci út, azt mondja, hogy 200, Sákútnál micsoda? Most állt be a rendőr trafizni Dudakesz irányába az 504. Ker most áll be. Hú, ez nagyon furán van megírva. Mindegy, a Sákútnál valószínűleg a Váci úton van egy trafi. Az M1-esen Budapest fél a 108-as kilométer kanyar után rafinált trafi van, ezt Zsuska küldte nekünk, és a 108-as kilométernél, igen, azért rafinált elküldte Margesz is, mert hogy a hídról fotóznak az M1-esen. Köszönjük szépen. Hogy lehet jelentkezni Fekete-Fehér igen nem játék, a Gabriel kérdezi? Hát csak úgy, mint eddig most már azért sok-sok éve SMS-ben. Most megyünk szülni. Szurkoljatok. Hajrá! Hajrá, sok egészséget! Dinamikus tolófájdalmakat. Átaludt éjszakákra. Az később. De én már előre gondolkodom. Milyen aranyos, meg gondoskodó. Mármint gondolkozol előre, nem? Hát, hogy átaludt éjszakákat kíván majd a szülés után. Tehát miután már hazatértek a gyermekkel. Ja. Gyerekek, nem tudom, mi lesz. Ne parázzál már. Előre próbálom én is kialudni magam. Hányszor hallottam azt? Ne kérd, mert megkapod. Mindig ezt mondja. Kínai mondás, híres kínai, ne kérd, mert megkapod. Most állandóan ezt hajkózod, egy percet nem fogsz aludni. Abban semmi új nem lesz. Viszont, mert a Bennivel se aludtunk az első 2 évben semmit. De most fele az új jövevénnyel fogtok majd. A pocaklakó? Így van, a kis pocaklakó valamikor kibújt, majd szépen alszodok, és már a Benni is tud majd vele aludni. Minden nap elmormolok egy halk imát, hogy csak az első 3 hónap legyen kemény, utána hadaludj. Nem lesz gond. Nem lesz gond vele, semmi. Én biztos, hogy egy tündi gyerek lesz a kis Démián. Az biztos. A 2 nincs összefüggésben. Igen. A 2 nincs olyan összefüggésben, persze, nappal tündér. Nézd csak, Viki, milyen fura kis anyajegyek vannak a feje tetején. Nézd csak, 660. Engem. Jaj, gyerekek, jó van, december, úgyhogy még van idő, még addig előre tudok aludni elég sokat. De szép karácsony, nem lesz gond. Igen. Január elvileg, de hát a kis pocaklakók megtréfálják az ember. Bármikor jönnek. Biztos, hogy december 24-én délután 3 órakor, amikor ülök a heg fölött, érted? Heketeztek karácsonykor. Igen, mert már nem lesz idejük főzni, hanem hogy bárhol, bármi lesz nyitva, berongyolnak és vesznek valamit, csak hogy valami élelem legyen. Igen. Biztos, hogy akkor fog megérkezni. Figyelj, most egy éles témaváltás, hadd kérdezem meg, hogy ti ugyanarra a barista tanfolyamra jártatok a Lacival? mert hogy egyikőtök sem tud kivenni egy kanál mézet ebből a rohadt üvegből, és minden csuramvíz méz állandóan. Csak a teszemet szúrja ki, hát ezen nem kell aggódni. Ja, nem, hát. Mézes, kicsit ott mézes. Legalább nem veszik el az adásmenet, hiszen beleragad. A számítógépben. Ja, szörnyű törvényszerűségek, ezek a mézragad. Hát most érted, ez nem egy steril. Ezért tartják üvegben, érted, ugye? Ezért van hozzá pergető. Ez nem egy szivárvány ültetés, ahol teljesen sterilen kell mindent megcsinálni. Na, ez nagyon jó, most meggyőztél. Tehát mit aggódsz? Hülye gyerek, ez nem egy szivárvány ültetés. Nem hal bele senki. Hova izgulsz? Nimű kics méz a klaviatúrára, az asztalra. Hát most ez nem értem. Azt ennyi. Nem értem, hogy ezzel hol van, miért van baj. Kérdezi egy hallgatónk, hogy a tegnapi adás beszélgetései nem fognak felkerülni a honlapra. Tegnap volt egy kis hibánk a rögzítéssel, úgyhogy azt senki ne keresse. Ha valaki nagyon szeretné meghallani, hogy miről beszéltünk, akkor azt töltse le az enkorról, mert hogy ott van. Így van. De nehogy gondoljon senki, ma hoztunk egy nagyobb befogadó képességű pendrive-ot, és arra rögzítjük az adást. Egy kicsi technikai hibánk volt, nem mi vagyunk a linkek, vagy felejtjük el föltenni, mert a Morning Show ugye mindig ott vannak az adások, amiket vissza lehet hallgatni. Ajánljuk újságíróknak is, hogy ők is tegyék meg. És ez tegnap elmaradt. De nem azért, mert hogy titkolunk valamit, hanem mert egyszerűen nem. Jaj, tényleg. Igen, már lassan itt tartunk, hogy már ezzel is meggyanúsítanak, hogy biztos azért nem tettük föl a tegnapi adást, mert ott is elhangzott valami, és titkolunk valamit. Nem, egyszerűen csak a rögzítés meghibásodott, és emiatt nem tudtuk rögzíteni. És hálás köszönet azoknak, akik lehetővé teszik azt, hogy mások is hozzájussanak, akik például külföldön dolgoznak, és emiatt nem tudnak sajnos minket hallgatni, és nagyon rendes srácok vannak a hallgatók között, akik gondoskodnak róla, hogy meglegyenek, archiválva legyenek ezek az adások. Ők jó arcok, kedvelem őket. Ez hihetetlen, ez a kávé. Igaz? Na. Ez honnan van? Na. Aluljáróban? Ahol a Jani veszi mindig? Te zenélsz? Hát van egy jó kávéfőzőgépünk, szerintem. Állítólag most az megadta magát. Igen? Nem áll. Eddig jó volt, Laci, reggel még hozzányúltam. Tessék? Nem volt tej. Azt hittem, a kávéfőző elromlott. De tényleg ezt szoktad inni? Ezt soha. Ez tudod mi? Ez ilyen automatás, ilyen instant, ilyen porból készül. Aha. Igen. Jó, nem hiszem, a Pékségben van egyébként főzött pont abból a márkából, amit én nagyon szeretek. Eszembe sincs ilyet. És még a mézt is tudom, hogy kell pergetni. Perget? Figyelj, ez... Pergetni. Ki perget ma már mézet? Nyert? Úgy néz ki, ez a fiú. Mennyit kasszáltál ezzel? Nem, 35-40 forintot. Hát de figyelj, most a 100 forintokkal játszol, úgy ne csodálkozz, egy 40 forintot nyersz. Hát fölraktál volna egy 10-est, akkor nyertél volna egy 1000-est. Figyelj, ha 10 000-re játszanék, akkor most már nagy bajba lennék. Haza sem mennék, nálatok aludnék. Nisikori elvitte volna az összeset, igen. Érdekes dolog történik a 12. kerületben. Az egyik parkolási cég 3 magánnyomozóval figyelteti munkatársait, hogy nem hagyják-e megvesztegetni magukat. Ez egy érdekes dolog, nem? A 12. kerületi önkormányzat parkolási cége saját parkolási ellenőreit ellenőrzi magánnyomozóval. A vezetők úgy vélik, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy egy ellenőr korrekt módon a lehető legjobban végezze a munkáját. Érdekes. Egyébként. Nagyon okos gondolat szerintem. Az mondjuk kicsit véleményes, hogy nem bízol meg a saját munkatársaidban. Valószínűleg volt előzménye, tehát volt egy zsebre dolgozás. Valószínűleg volt zsebre dolgozás. Nem is biztos, hogy ebben a kerületben, meg nem is biztos, hogy ők önmagában, ugye, hát a parkolási társaságok munkatársainak nem annyira jó a híre. Aha. Ugye? Tehát akik ellenőriznek, akik mennek, akik ráteszik a cetlit, ott azért nem annyira jó a hír. De hogy még mindig ekkora nagy kamu ez az egész parkolás, hogy figyeltetni kell őket magánnyomozóval, még mindig megy ez a rosszul fotózom le, nem úgy fotózom le, kenőpénzt fogadok el, ez még mindig megy? Szerintem nem az első verzió, amit te mondtál, tehát ez a rosszul fotózom, meg akkor büntetek, ha egyébként nem kéne büntetni, nem ezt nézik, hanem a kenőpénzes dolgot. Szerintem tuti. Már azzal most már nem nagyon tudsz játszani, tehát hogy fotózom, hogy oda teszek egy megállni tilos táblát addig, amíg fotózok. Inkább az, hogy fogad el kenőpénzt, mert azt ugye az önkormányzat, hogy a parkolótársaság zsebéből veszi ki az ellenőr. Tehát ők azért lesznek mérgesek. Úgyhogy szerintem ezt nézik csak, hogy oda súnyogsz, hogy na, főnök, itt van 2000, tegyük már azt a izétgépet. De mennyi pénzt lehetne megsporolni, ha nem magánnyomozókkal figyeltetnék, hanem ők figyelnék a saját alkalmazottaikat. Hogy nem? A vezérigazgató áruhában? Váltásban, áruhában, vagy Mátyás király egyébként lemennének, és figyelnék folyamatos váltásban a parkoló őröket. Nem? Hát miért kell ez magánnyomozókat fogadni? Ez érdekes, hogy és nem lehetne belső ellenőrzés, hogy valaki ezek közül, a parkolőrök közül figyelj a többieket? Vagy egy megbízható sincsen köztük? Hát de most baj, nem, bocsánat, jó, csak kérdezem, mert logikátlan. De hát saját magad nem figyelheted, mert akkor te, aki ellenőr vagy, figyeled a másik kettőtöket, fölnyomod, de közben te magad meg elfogadod a kenőpénzt. Érted? Mi van, hogyha nem szimpatikus egyébként, hogy nekik fontos, hogy az X ellenőr az korrektan végezze a munkát. Ez egy nagyon szimpatikus kezdeményezés. Jó, csak mi lenne, hogyha mondjuk pénzt spórolnának azzal, hogy azt mondanák az egyik ellenőrnek, hogy figyelj, csak mondom, maradjon köztünk. Van köztünk valaki, aki figyel minket. Szerintem nagyon figyelj erre oda. Jó? Oké, Béla? Na, szevasz. Átmegyek Józsihoz, már bocsánat a Béláktól meg Józsiktól. Józsi, valaki figyel minket a többiek közül, nem tudom ki, ez lehet, hogy Béla, szerintem figyelj oda. Oké, szevasz. Aztán átmegyek. Gyakorlatilag mindenkinek elmondod, hogy mindenki figyel mindenkit. Így van. Mindenki úgy tudja, hogy valaki beépített ember, valaki tégla a többiek közül, és rohadtul figyel, ezért nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Mindenki azt hiszi, hogy figyelik, egyébként senkit nem figyelnek, ergo mindenki becsületes lesz, mert fél attól, hogy elkapják. Na jó, csak ezek a parkolóőrök, ezek egyedül mozognak. Tehát, hogy ezeknek bizonyos zónákban kell menni körbe-körbe, az egyik ebben az van, tehát ők nem nagyon találkoznak. Tehát attól nem kell félned, hogy a Béla megfigyel téged. Mert Béla máshol dolgozik. Mert Béla máshol mozog. Tehát nem nagyon mozogtok együtt. Ez jó, ez a mindenki gyanús mindenkinek, és mindenki összeveszik mindenkivel, és mindenki fél a másiktól. Ez jó, mert ez ugye egy ilyen önkontrollt vezet be a rendszeren belül. De hogy ezek általában külön mozognak. Tehát zónákra bontva egy kerületet, azért nagy a 12. kerület. Kollégádat megismered, az önkéntes, vagy ezek a nevem nem önkéntesek, hanem ugye a nyomozók, akik figyelnek, azokat meg nem tudod, hogy kicsoda. Aha. Bárki lehet. Lehet. Érted? A kutyát sétáltat a nő. Egy nénike, így van. Ja, nénike. Egy parkoló autós. Így van. Na? Melyik az a pont, amikor ő el tud fogadni pénzt? Tehát amikor még nem készült el a fotón. Igen. Mert utána pontosan. Elvileg... vagy hát nekem legalábbis mindig azt mondták, hogy nem tudja már törölni. Mert hogy a gépbe beleütötte az adatokat, onnantól kezdve nem tudja. Tehát onnan nem tudja, amíg a fotó készül, akkor van az a pillanat, hogy oda rohansz, és akkor tudsz zsebébe pénzt nyomni, vagy hogy van ez? Igen, hello, álljon meg! Állj, igen. Elvesztegetnék! És akkor gyorsan oda rohansz, és azt mondja, hogy még nem ütöttem be. Tegyen már el egy ezrest, ne üsse be, ott van az a pont, amikor te meg tudod őket vesztegetni? Nem vesztegettem még parkolóért, még nem éltem igazán, de hogy ezt nem tudom. Mert ugye elvileg azt mondják, hogy ők nem tudják kitörölni a fotót, valóban nem tudják? Szerintem a fotót ki tudja, ha már a gépbe beütötte. Mi van, meghekkelték? Minden egyes digitális gépből. Nem. Igazad van, de magának szerintem a törlésnek a tényét is lehet. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy ezt is rögzíti maga a készülék. Tehát, hogy nekünk bizonyos funkciókat el lehet rajta végezni, de ezeknek nyilván nyomuk marad. Jó, hát most azt mondom, hogy egy jó nő volt, és lefotóztam, de aztán véletlenül megnyomtam a gombot. És ki figyeli a magánnyomozókat? A magánnyomozó figyelő magánnyomozók. A belső ellenőrök. A magánnyomozó iroda belső ellenőrei. Én a parkoló ellenőrként ugyanúgy meg tudom vesztegetni a magánnyomozókat. De nem tudod, hogy ő a magánnyomozó, mert a parkoló ellenőrön van egyenruha, de a magánnyomozón nincs magánnyomozó egyenruha. Mert esetleg felfedem viszont, hogy ő magánnyomozó, jön utánam és folyamatosan fotóz az autójából, akkor én, mint parkolőr, megvesztegethetem a magánnyomozót is. Hogy tehát a magánnyomozót is kell. Tessék? Hogy felezzünk a hasznot, hülye, ne jelents föl, hát inkább tedd el a felét, érted? Tehát a magánnyomozókat is figyelni kell. És kialakulna a 12. kerületben egy ilyen, a boltos figyeli az utcaseprőt, az utcaseprő figyeli a magánnyomozót, a magánnyomozó figyeli a parkolóőrt, a parkolóőr figyeli az autózókat, mindenki figyel mindenkit a 12. kerületben. Ez a répa mese. Igen. Mindenki kapaszkodik valakinek a derekába. Igen. Ti beszélgettetek már meg parkolóőrt? Volt már ilyen, jaj, ne büntes már meg? Nekem olyan volt, hogy abban a pillanatban értem oda, és mondtam, csak 2 perc volt, de olyan, hogy pénzt ajánljak, olyat nem csináltam. És elfogadta, hogy 2 perc volt? Mondta, hogy oké, jó, oké, rendben, persze, akkor menjél, és el is mentem. Vagy gyorsan akkor ott mondtam, hogy oké, itt vagyok, de most megveszem, és megvettem, ami mondjuk maradnom kellett. Mert hosszabbítottam. De abban a pillanatban nem volt olyan, hogy... Hadd tegyek már egy ezres a zsebedbe, én ezzel nem mertem bepróbálkozni soha. Igen, meg a jó indulatra hagyatkoztam. Meg itt is kellenek nyilván hívó szavak, mint ahogy tegnap beszéltünk ugye ezekről a megvett érettségikről, meg nyelvvizsgákról. Mi a hívósz, hogy nem vagyok magánnyomozó, fogad be? Hogy fizetnék helyszíni bírságot, ha érti, mire gondolok. Megelőzhetnénk. Kifizetem előre ezt a fotót, ha nem készül el. Tehát, hogy valahogy jelezni kellene neki, mert mégiscsak egy hatósági személyt próbálsz meg ebben a pillanatban. De mennyi az esélye annak, hogy pont a fotókészülésénél legyél ott? Ez 1%. Itt van az egyetlen pont, amikor őket meg tudod vesztegetni? Utólag már itt, nem? Nem. Mert egyébként mikor pár nem vagy ott, amikor a fotó készül? Az ilyen 100-ból 1, amikor pont addigra érsz oda, ha nincs jegyed. Általában nincs jegyed, mire odaérsz, már megbüntetnek. Gépbe beütötte, onnantól kezdve visszavonhatatlan, az egyből megy be a központba. Az megy be a központba egyből. Kedves barátom, Balázs vagyok, inkább készítsünk egy közös szelfét. Mit szólna hozzá? Igen, és van 3 bögre 2 óra, és 4 nyakbalkasztó a csomagtartó. Pontosan azért, hogyha ilyen történik, akkor igen. Gyerekek, ez a magánnyomozói dolog egyébként egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy el tudnék odáig jutni. Most nyilván nem az önkormányzatról van szó, hogy a párodat te megfigyeltezd magánnyomozóval, nem? Ahhoz már nagyon kétségbeesettnek kell lenni, nem? De az már azért egy szörnyű állapot, amikor annyira bizonytalan vagy, hogy tényleg bemész egy irodába, tényleg fölfogadod, és tényleg figyelteted mondjuk a saját feleségedet, vagy a saját férjedet. Mi a B alternatívát? Tehát, hogyha ilyen helyzetbe juttok el a pároddal, és próbálsz róla beszélni, hogy van-e gond, tényleg már megint nem tudom, Pilates edzésre ment heti 80-szor, érted? És azt mondja, hogy nem, itt tényleg ott voltam, nincs semmi, de azért neked csak gyanús a dolog. Hát mit csinálsz? Elmész egy magánnyomozóhoz, és elkezded megfigyeltetni. Nem? Hát de mi nem figyeled te meg? Hát ugyanazt tudod, mint egy magánnyomozó. Hát ő se tud bemenni a telefonodba, nem törheti fel az e-mailedet, követ. Hát követ. Miért nem követed te? Fotó, mert te lebuksz. Például, hogyha az autóddal valahol megjelensz. Most képzeld el. Tehát, hogy viszont... Balázs, itt vagy mögöttem. Nem. Ugyanaz a rendszám, csak ellopták az autóban. Felteszed a napszemüvegedet, nehogy megismerjem. Újság, 2 lukkal. Előbb mennék el egyébként, ha idáig jutna a házasságom, én követni, mint hogy bemenjek egy magánnyomozó irodába. Tehát ebben van kaland azért, hogy az ember mondjuk követi, csak nyilván amikor ott vagy érzelmileg megrecsenve, akkor ezt nem nagyon akarod. Meg hát mégiscsak ez is egy szakma, gondolom én. Figyeltetnétek egyébként magánnyomozóval? Az már nagyon a vége, nem? Tehát az már valami... Megint egy bot, megint egy új ruha. Hát így igazából jó kérdés. Biztos, hogy van egy olyan szituáció, amikor ez így jó tud jönni. Tehát amikor mondjuk meg kell bizonyítani azt, hogy ő a házasságtörő, miatta ment tönkre ez az egész történet, és a vagyon maradjon nálad. A vállásnál az számít. Vagy hogyha te egy vállókeresetet szeretnél benyújtani. És bizonyíték meg nincsen a kezedben, de sejted, hogy valami van. Vannak erre utaló jelek az életvitelében. Megváltozott az egymáshoz fűződő viszonyotok, eljárogat helyekre, néha egy pici apró füllentésen kapod, de hogy igazából nem tudod, hogy mi van a háttérben, csak sejted. Na, ilyenkor jól jöhet szerintem a magánnyomozó. Én például csinálnám. Lennél magánnyomozó? Én lennék, nekem ez nagyon tetszik. Nagyon szimpatikus. Illetve hát, hogy szimpatikus, izgalmasan hangzik. Mondanám, hogy olyan fura, egy Vadó Janihoz hasonlító ember követ engem, ez vagy szatír, vagy akar valamit, néha fotóz, néha egy kukker alatt nézeget engem, egy zasztavából. Egy leeresztett gumi zasztavából, egy kukkerrel figyel engem 4 napja, ugyanabban a kapucis felsővel. Olyan fura ez az ember, ez egy szatír. A fotókat egy ilyen szmenagéppel, tudod, ami a fotóz velünkbe volt annak idején 78-ba. Nagyon fura a csávó. Igen. Na hát, ha találunk valakit, aki vett már igénybe magánnyomozót, vagy bérelt fel magánnyomozót a felesége ellen, vagy a férje ellen, vagy elgondolkozott azon, hogy az ő módszerei nem biztos, hogy hatásosak, és ezért ő szeretne magánnyomozót találni, és el is ment. Ha már a 12. kerületben csinálják, hát ha van olyan hallgatónk, aki csinálja, vagy akár magánnyomozó, aki el tudja nekünk mondani, hogy milyen ügyekben kérik az ő segítségüket, és például, amikor nincs eredmény, akkor is kell lefizetni, de valószínű egyébként, nem? Van egy óradíj, meg van egy sikerdíj, lehet, hogy így áll össze. Visszatér meg egy fél mondatra a parkolásra, az jó, amit írnak a hallgatók, ugye nem csak abban a pillanatban tudsz te fizetni, amikor ott vagy és éppen üti be a rendszámodat, hanem hogy előre is tudsz fizetni, ez nem jutott eszünkbe, ez egy jó. Úgyhogy ne büntessen meg, tehát ott vagy, kiszállsz, látod, hogy ott mindjárt előtted, itt egy 1000-es, menj tovább, és nem fog megbüntetni. Tehát ez egy fontos pont, igen, hogy nem csak akkor, több helyen tudtok ti pénzügyileg találkozni. Ja, hogy egyébként mondjuk 1 órára leállnál, parkolnál, azt nem tudom, 300, és akkor oda mész és adsz neki 1000-est. De van nagyon sok ember, aki a belvárosba jár dolgozni, belvárosba jársz dolgozni, és nincs parkolóházad, és akkor viszont egész napra ott hagyod a kocsit. És egész napra megveszed, igen. Hát ugye a tapasztalatos rutén felülírta az én oktalan érvelés. Így van, én mindig így parkolok itt a felüljáró mellett. Tudatosan a magánnyomozói témát vittük egyébként tovább, csak erre vissza akartam kötni, a parkolási társaságokkal már nagyon sokat foglalkoztunk. Úgyhogy azért mentünk el a magánnyomozó irányba. Viszont az is írja nekünk, aki úgy érzi, hogy most megfigyelik. Jó? Tehát ki az, aki gyanús körülötte? Miből gondolja, hogy megfigyelik? ki az, aki megfigyeli, mit csinál, hol van, és miért gyanús. Jó? Így van. Azt is nyugodtan mondjátok el, a szomszéd Marika csillog a függöny mögül valamilyen tápcsővel, vagy látcsővel, igen, vagy kukkerrel, vagy lornyonnal. Ki figyel, mit csinál, és miért gyanús. Jó? Illetve tényleg, aki vett már igénybe magánnyomozott, szívesen meghallgatnánk egy ilyen történetet, hogy miért, mi volt az apropója, és milyen eredménnyel zárult a nyomozás. 7:30, pontosan 4 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva, jó reggelt kívánom minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk újra, és a magánnyomozásról beszélgettünk. A kiinduló pontunk volt csak az, hogy a 12. kerületben az egyik parkolási cég 3 magánnyomozóval figyelteti munkatársait. Egyébként törekednek arra, hogy korrupciómentes legyen a parkolás. Szerintem ezen nincsen semmi baj. A saját ellenőreiket figyelik, hogy ne tudjanak pénzt elfogadni, és szeretnék a korrupciót visszaszorítani. Ez egy nagyon nemes törekvés egyébként, és arról beszélgettünk, hogy vajon ki az, aki igénybe vesz magánnyomozót, mikor van a kapcsolatodnak azon pontja, amikor te figyeltetnéd a férjedet, feleségedet, és hát kértük a hallgatóinkat, hogy jelentkezzenek, akik már figyelték a párjukat, vagy akik úgy érzik, hogy most figyelik őket. Itt szerintem Zsül a magánnyomozó? Vagy Zsül figyelik? Egy gyanús. Mindig, amikor elmegy a stúdió mellett, benéz, igen, csekkol, jegyzetem fejben, látszik rajta egyébként, hogy kattog rettenetesen, és visszafelé megint. És hülye vagyok, mert altat a Zsül, érted? Nézd meg azt az alamuszi arcot, érted? Alamusz. Ugye? Egyébként igen. Tehát, hogy altat azzal, hogy állandóan ő nem figyel, alszik, és valójában pedig fejben már begépelt a jelentést. Egy irgalmatlan számítógép az ember, engem folyamatosan rögzít. És küldi át az adatokat. Egy Sherlock Holmes. Gyerekek, van magánnyomozónk. Igen? Igen. Ráadásul Zsül az. Ráadásul női magánnyomozó. Hát annak mindig örül az ember. De jó. Erika, jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt kívánok. Erika, jó te tényleg magánnyomozó vagy, de jó. Igen, vagyok. Hát általában ezt valahogy az ember a pasikról képzeli el, hogy nagy bajusszal, rében szemüvegben, Hawaii-ben mennek. Jaj. És azt mondja, jaj. Jó, lehet, hogy Erika fedő jellemezés is volt már ez. Rében szemüveg, nagy bajusz. Hawaii. Kalambó balonkabát, igen. Te mióta vagy magánnyomozó, Erika? Hát most 4. éve vagyok a magánszférában. Előtte is hivatásosként dolgoztam a rendőrség berkeiben. Ó, és átmentél magánzóba? Magánszférába, igen. És 4 éve nyomod a magánnyomozó ipart. Így igaz. Na, milyen ügyekben mennek hozzád, vagy kik azok, akik segítséget kérnek? Hát nagyon színes a paletta. Ugye, ha magánnyomozó, akkor mindenki házasságtörésre gondol. Valóban a munkánknak elég sok százalékát kitölti ez, de nagyon-nagyon sok mindenben. Például cégek kérnek fel munkavállalók megfigyelésébe, vagy partnercégek megfigyelésébe, vagy valami probléma adódik a konkurenciával. Tehát nagyon-nagyon széles, de magánéletben is beszélhetek gyerekelhelyezési perekről, eltűnt személyekről, valakinek a felkutatásáról, hát nagyon széles. Tehát széles. Aha. És van olyan, hogy ez a klasszikus értelemben álcáznotok el magatokat? Tehát mit tudom én, egy újsággal, egy szál cigarettával kiégeted egy napilapnak a 2 szem közeli pontját, és egy szállodának a hajával üldögélve várod, hogy az illető bejöjjön egy aktatáskával? Hát igen, ezzel az a baj, hogy már mindenki tudja ezt a módszert, mert te is ezt mondtad, úgyhogy ez a fajta módszer már nem igazán válik. Egy kinyitott népszabadság azonnal gyanús. Igen. Azonnal van, úgyhogy ez a módszer már nem, de valóban a környezet adta lehetőségeket ki kell használni, és bele kell illeni abba a millióbe, amiben éppen. Tehát voltál már például járkáló túlja? Házban krokodil? Igen. Hát az még nem, de valóban vettem már fel olyan ruhát, ami éppen beleillett. Például amikor pilates edzésre ment a szélszemei, akkor én könnyen beleillettem. Igen. Akkor ez betalált. Ó, és akkor megpróbálsz hozzá közel kerülni, egy ilyen pilates joga alkalmával oda menni? Kihallgatnia a beszélgetés, hogy kivel beszél? Hát elkapni egy szófoszlányt azért abból is nyilván le lehet vonni következtetéseket, de azért nem így néz ki, hogy ott kukolok, vagy ülök mellette is a fülembe. Hát vagy csinálod te is. A radar, igen. És nyújt, és megromlott mostanában a férjével viszont, és nyújt. Igen. És olyan van, hogy neked mondjuk jelenetet kell eljátszani valakivel? Tehát bementek, mit tudom én, egy étterembe, ahova bemegy a delikvens, még a szeretőjével, de te egyedül nem ülhetsz be, és akkor megfogod a Józsi kezét, csókoloztok egy hatalmas nagyot, bementek az étterembe. miért mondok, bocsánat, hogy igen, bocsánat, megfogod az Armand kezét. Bementek, és mondjuk nektek egy párt kell eljátszani, vagy egy turbékoló fiatal szerelmes párt. Tehát nyilván vannak ilyen jelenetek is, nem? Igen, igen, hát ezért hasznos, hogy női magánnyomozók is vannak, mert két férfi az elég rosszul néznek így. Volt igen ilyen munkánk. Az volt a szerencsétlen helyzet, hogy egy olyan helyre ment be a figyelt pár, hogy azt hiszem összesen 3 darab lehetőség volt, ahol helyet tudtunk foglalni. Na most elég hülyén nézett volna ki, hogy az egyik asztalnál a figyelt pár volt, a másik asztalnál pedig ugye magánnyomozó. Tehát ez volt a szerencsém, hogy volt egy másik fiatal kolléganőm, akivel be tudtunk menni a helyre, és angol nyelven kommunikáltunk végig, és eljátszottuk a turistát, és közben selfiztünk, és közben jól éreztük magunkat, és eszükbe se jutott a megfigyelt párnak, hogy mi magánnyomozók vagyunk. Hát jól sikerült eladnunk ezt a történetet, tehát volt ilyen is, de van számtalan olyan, valóban olyan szituáció, amikor bele kell illeni, és akár még ruhát is fel kell venni, úgyhogy olyan is volt már, hogy egy sportáskával mentem dolgozni, mert a napnak a különböző szakaiban és a különböző szituációiban legalább 3-szor át is öltöztem. Aha, jó, ez nekem nagyon tetszik, ez a szituációs dolog, hogy akkor te elkezdtetek az angolul beszélgetni, és akkor how are you, Erika? Hülye ez az igazi neve. Where are you from, Budapest, te hülye? Honnan jöttem volna, Piliscsém? Hülye vagy? Miért kérdezel? Na, és azon a vacsorán mi derült ki? Tessék, mondj valamit, áruljál valami kis titkod. Lebukott a csalfafér? Vagy a szemét? Hát mivel egy idegen hölgy társaságában, illetve nem mondom, hogy hölgy, mert idegen személy társaságában volt, ezért nyilván olyan... Nem hölgy volt? Egy idegen személy? Hát azért nem szeretem ezt mondani, mert ugye általában a férfiakra mondjuk azt, hogy csalfák, de hát ezt így nem lehet, ha nem akarok senkit megbántani, a mérlegre kellene helyezni, akkor tulajdonképpen nem. Jó, ha csak munkavacsora volt. Nem, hát... Ez azért azokból a gesztusokból, amit egymásnak közvetítettek, teljesen más jött le, tehát csokolóztak, megérintették egymást, olyan volt a szituáció, egyértelmű volt. És ilyenkor mit szólnak a feleségek? Tehát mi a reakció? Összetörnek, dühösek lesznek, amikor ezeket a fotókat így lerakod eléjük, akkor mi a reakció? Nagyon-nagyon nehéz és nagyon szomorú történet, persze, természetesen ez nagyon-nagyon kemény, mert mindig él a remény bennük, hogy ez nem igaz. Hogy ők gondolják rosszul. Így van. Fia, nyilvánosságra kerül, akkor nagyon megtörnek. Aha. Olyan esetleg volt, hogy téged, vagy valamelyik kollégádat figyeltették meg magánnyomozóval? Hát nézd, akkor nagyon jól csinálták, mert nem vettem észre semmit, úgyhogy nem tudom. És olyan nem volt, hogy mind a kettő figyeltette egymást ugyanazon magánnyomozóval, és aztán voltál? És este aztán két oldalra kellett jelentened, hogy ki mit csinált? Az is érdekes, hogy én megbízok egy magánnyomozót, de a feleségem is megbízza ugyanazt. Akkor neked mind a kettőt kell figyelni, nem? Hát igen, ez elég furcsa és etikátlan szituáció. Meg skizofrén, összeférhetetlenség van, mert nem tudom elvállalni, ne haragudjon már, figyelem magát. Istenem, elvállalja, vagy nem vállal, szerintem vállal, de nem vállal. Kemény munka ez egyébként. Ha mondjuk az ember egy hétig figyeli a feleségét, hogy figyelteti, és nincs semmi különleges eszközigény, akinek mi az ára körülbelül? Ha én most azt mondom, hogy mostantól kezdve egy hétig álljatok rá Vikire. Hát én azt gondolom, hogy az egy hét az egy kicsit sok. Ez már megrendelés egyébként? Vagy? Még nincs baj, csak üzent haza. Csak hazaszóltam, hogy figyelek. Jó, akkor egy estés, egy ilyen megfizet. Igen. Mennyibe kerül? Csak úgy nem kell pontosan ezeket nagyságrendel, hogy az ember tudja, hogy ezek horribilis összegek, vagy azt mondod, hogy egy este... Hát nézd, azt kell figyelembe venni, hogy ezt nem egyedül csinálom. Aha, többen vagytok csapatmunka. Amit elmesélte, az, hogy ketten ott voltatok és turisták voltatok. Ez egy csapatmunka. Hogyha gépkocsival közlekedik, már pedig azt gondolom, hogy a feleséget gépkocsival közlekedik, akkor számolni kell azzal is, hogy több autó vesz részt ebbe a figyelés, mert egy autóval... Hát, na mindegy. Figyelj, mondj bátran egy összeget, én most meg vagyok tollasodva rendesen, a gyakom, hogy 35 forintot nyertem. Nem, én azt gondolom, hogy ez nem valóban nem olyan olcsó szolgáltatás. Nem olcsó mulatság. Nem, de megfizethető. Tehát, hogyha megfelelően szúrjuk ki azt az időszakot, amikor leghatékonyabban várható az esemény bekövetkezése, akkor én azt gondolom, hogy nem kell itt horrorisztikus dolgokra gondolni. Az egyhetes megfigyelés az nyilván... Az hosszabb, igen. Az egymás. Pilu kérdezi, hogy swingerklubba kellett már esetleg valakit megfigyelni. Jaj. Hát figyelj, akkor ott is menned kell. Hát akkor ott nincs mese. Aha. És azért ott kibogozni egy ilyen laukon csoportot. Hát igen, ez egy kicsit bonyolult. Elnézést, csak egy fotót csinálnék, nem mozduljanak. Ez már most kinek a lába? Jaj, nem. Elnézést. Már itt se vagyok. Jaj, bocsánat, nem zavarok. Erika, köszönjük szépen, hogy beszéltünk. Szépen. Jó munkát neked. Köszönöm szépen. Hello, ciao, ciao. Azt írja, hogy hallgat, hogy Brezsnyevics csókolózott, mégse volt az elvtársadba szerelmes. Azért ez még nem biztos. Nem biztos. Igen. Na, van még egy hallgatónk, azt mondja, hogy őt viszont megfigyeli. Kriszta itt van. Hello, Kriszta, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, ugye azt is kértük, hogy ugye írjanak olyan hallgatók, akik úgy érzik, hogy őket megfigyelik. Téged megfigyelnek? Minket megfigyelnek, de meg is mondták. Ne csináld! Hol dolgozol? Tehát versenyszférában, ezt én nem szeretném elmondani. Versenyszféra. De szép szó, hogy szeretem. Nem szeretnéd elmondani. Aha, de azt mit jelent, hogy megfigyelnek benneteket? E-mailezés? Vagy mit? Az e-mailezéseinket, a telefonjainkat rögzítik. Akkor most rosszul jársz ezzel a beszélgetéssel. Mosogatott ki magad, Kriszta. Saját. És mi az oka? Tehát van különösebb oka egy olyan cégnél, ahol ez érthető, vagy ti is úgy érthető? Abszolút érthető, mert titoktartási szerződéseket írunk alá, és hogyha van valami vitásjogi kérdésre terelődik az ügy, akkor egyből ezeket így visszaszedegetik, hogy kinek van igaza. Aha. Az komoly. És bárhol, bármikor vagy, te úgy éled most az életedet, hogy megfigyelhetnek. Tehát elmész egy baráti buliba, és akkor tudod, hogy... Annyira azért nem. Nem, de hogy is, hát a munkahelyem. Aha. Tehát munkahelyi telefon. Amúgy ez megoldható, van egy privát e-mail címed, és akkor ez megoldódott, nem? Hát azért, tehát mindenki szeretné megőrizni a munkahelyét. Szerintem van Magyarországon. És akkor ezért vállalod ezt. Hát mondjuk akkor a céget érdekeit tekintve, vagy ebből a szempontból nézve, akkor ez egy logikus, meg elfogadható dolog, nem? Így van. Hát első perctől kezdve közölték velünk, tehát nem takargatták. De otthon nem zaklatnak, tehát nincsen olyan, hogy valamelyik osztályvezető hirtelen feltűnik az ablak előtt, benézi, amikor az emberfizés. A fára, és nézeget befele, hogy hirtelek, kivel beszélek, de... Boszorkánynak költözve egy almát kínál neked, igen. Kocstold meg! Igen, persze, vagy beöltözik, tehát nem, nincs ilyen. Na jó van. Figyelj, maradj itt játszani, jó? Ha már itt beszéltünk jó, igazából. Jó, köszönöm. Jó, játszanál egy Óven bácsi Berunénit? Mit szólsz? Jó, megpróbálom. Jó. Ma be kell menned egyébként? Persze. Befele tartok pont. Most készül a jegyzet egyébként. Óven bácsit, Berunénit játszik a Morning Show-ban. 7 óra 55 perc. Széli jegyzet, Óven bácsinak utána nézni, ki ez a személy. Nem tudja elsőre, hosszabb verziót kér. Gyanús. Igen, és segítséget fogok kérni a magánnyomozónktól, hogy derítse ki. Oké, mutatjuk, mit csinál. Jó. Semmi extra. A rossz helyen parkolnak a kocsival is. Aha, nem, gondolom. Rugóban áll. Ováció, örülnek a 4-5-ös vonal felújításának. Mutatjuk, mit érnek el, figyelj. Oké. Na. Jézusom. Még egyszer? Mutatjuk, persze, nem nehéz. Na. Csú. Nem a refrén. Annyit segítek. Már a stílus is árulkodó. Igen. Hát, hosszabbat? Na, ugye? Megmondtad, Jani. Nem te vagy a magánnyomozó? Figyelj. Na most vettük ki a bögrét, vagy az órát? Hát, passzolok. Nem már. Ne csináld. Megmutatjuk még egyszer, figyelj. Oké. Nem tudom. Semmi? Senki nem énekel így ebben az országban, csak egy ember. Jó. Gratulálok neki, nem tudom. Mikor születtél? Hát, 80-as évek gyermeke vagyok. Hát, akkor talán... Azért még illik? Igen. Aha, fiatalabbnak adja ki magát, 7 óra 57 perc. Igen. Mutatjuk, figyelj, ez lett volna. Ugye? Jó kis Hungária. Jó, ergo. Inkább Hungária. Hungária, de még, hogyha Robit bemondtad volna, akkor is talán elfogadjuk. Hát, így jártam. Köszönöm szépen. Oké, köszi a játékot, Andi. Én is köszönöm. Főleg, hogy Kriszta vagy, bocsánat. Igen. Már inkább álcázlak, nehogy baj legyen ebből a beszélgetésből. Kriszta, köszi, ciao. Hello, hello. Hello. Hát nem, itt maradt. Gyorsan még egy-két SMS, én megbíztam a barátomat, erre mint kiderült, ő volt a harmadik a sztoriban. Szép történet. Szerintem engem figyel a feleségem, minden lépésemről tud, Zoli írja nekünk. Nekem a feleségem gyanús, hogy figyel, mindig kérdezősködik, mindig tudni akarja, merre járok. Hát az egészen biztos. Ismerek egy asszonyt, aki képes azért fent lenni egész éjszaka és sétálgatni, hogy kifigyelje, ki mit csinál. Ha történik valami, hamarabban ott, mint a rendőrség. Imádom. Imádom az ilyeneket. Na jól van. Csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy amíg Gáborunkkal folytatjuk, gyerekek, kipihenve. Istenem. Oh, jön az én kis drága, kicsi, apró kis barátocskám. Mr. Puliszka. Mr. Puliszka már úgy hiányzott, úgy megölelgetem. Itt van. És... Ezt akarja? Ezt egyeztetted? Imádja, persze. Látszik rajta? Ugye körülbelül másfél héttel ezelőtt robbant ki, csak aztán nem tudtunk róla beszélni, mert pont elmaradt a rovat, hiszen Gábor táborozott. Az ásványvíz botrány, és kicsit azt járjuk majd körbe az ő rovatában, hogy mit igyunk. Ugye arról már sokat beszéltünk, hogy mit együnk, jó-e a sok ásványvizet iszunk, jó-e az, ha napi 6-8 liter ásványvizet iszunk, mi az a baktérium, amit találtak az ásványvízban, mi van most ezzel a botránnyal, hogy kerülhetnek ezek polcra, egészséges-e az ásványvíz, vagy pénzkidobás. Mi van az aszpartámos üdítőkkel, az ásványvízzel dúsított ilyen cukrozott üdítőkkel, és egy-két olyan sűrítményből készült üdítőitallal, amit ugye azért sűrűn adunk mondjuk a gyerek kezébe. Tehát ma a jelszó, mit iszunk? Mit iszunk? Hogy felvezettem. Gáborunkkal folytatjuk a hírek után. 8:12 perccel, vagyis 4:09 perc múlva, 9 óra lesz 48 perc múlva, a gyerekek, mindent elmondtam. Bocsánat, elmaradt a mai zene, amit ígértem. Ez csupán azért történt, mert mióta megláttam Gábort, egymást ölelve bújunk itt, mint a vadmalacok az erdő mélyén. Úgy örülök neki, hogy újra itt van. Úgyhogy ezt most nem tudtam. Bocsánat, igen, ez a Chris Malincek. Ja, ez se volt rossz. Tegnap beszéltünk róla, Miki Ekko. És a Cseh Malincsák gyerek. Miki a vízhangja, ugye Csabi mondta? Miki Egér vízhangja, Miki Ekko, igen. Úgyhogy lehet, hogy fél kilenc vagy kilenc után akkor ezt bepotoljuk, jó? Mert nem akarok elmaradni, megígérek valamit, akkor ezen az ösvényen végigmegyek. Csak félek, hogy ezek után már nem rock lesz, hanem mondjuk a házi buli zenéje. Most elvasta, tegnapi Gánszal nem volt baj. Most, hogy Gáborral találkoztatok, és kicsit előzékenyültél. Most találtam egy tök jó. Azt hiszem fél kilencre most megtaláltam a Damien, a vonat nem vár cím. Hard rock dalát, úgyhogy jó lesz, nem? Valamit majd találunk. Na nézzük gyorsan a közlekedés híreket, mielőtt belevágnánk Gáborral a témába. Már nagyon sok kérdésen egyébként ásványvíz témakörben, amiről beszélgetünk, de előtte gyorsan mi helyzet az utakon, nézzük. 42-es úton a Berettyó-Újfalui elkerülőn rendőri kitelepülés több autóval. Hol a rock, a punk metal és az erőszak 8 után? Mi ez a lekvár? Az erőszak 8 után nagyon jó. Mérnek az M5-ösön Szeged felé a 44-es kilométer után, ezt Péter küldte nekünk, köszönjük szépen, aztán egy-két kérdés már most Gáborhoz, ezeket még gyorsan átugrom. M6-os 84-es kilométernél fotóznak Pécs felé, valamint a Váci úton Pest felé a Selkútnál, a szokásos helyen van egy trafi, szép napot nektek üzeni Andi. És az utolsó, az pedig azt mondja, hogy hatalmas dugó az M3-os bevezetőn, van esetleg infotok, hogy miért? Nándi küldte ezt nekünk két E-vel, nagyon szeretem az ilyen neveket. Nem tudjuk, nem vagyunk ott, szerintem vagy a Szerencs utcai lámpa, vagy van valamilyen baleset, ha arra jár egy Morning Show hallgató, küldj el nekünk, és akkor azonnal mondom. Jó? Az ég csupa chemtrail, meg fogunk dögleni. Ez igaz, a kettő között nincs összefüggés igazából, de nem tudunk vitatkozni a másik felé. Szalaköz, igen. Igen. Jó, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi drága Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Iha! Jó reggelt, szervusztok, szervusz Balázs! Megint úgy odabújnék hozzád egy kicsit, úgy örülök, amikor itt vagy. Hogy rögtön jön rám a Feris. Gábor! Nagyon megtiszteltek az örömmel, köszönöm szépen. Régen voltál, te se voltál, én is Szabin voltam, nem találkoztunk. Két heten láttak utoljára. Igen, így csütörtökön. Kicsit nőtt a hajad, nem? Finoman, igen, finoman tudod. B-vitaminok zab. Most komolyan. Nem mondd már ezt, kérlek szépen, minden reggel. Kicsinálom őket. Figyelj, rosszul vannak minden reggel. Tegnap egy kis kardamonos szilvarekvárral sikerült ízesítenem az abot. Rád gondoltam, minden egyes falatnál magamhoz eltelek virtuálisan, figyelj, ezek rosszul van. Kész vannak. Menjünk már ki, Feri, mert én úgy érzem, hogy itt nekünk semmi kereső való nincsen. Büszke lennél rám minden reggel. Balázs, ez fantasztikus. És szigorúan... Balázs, ez fantasztikus. Szigorúan kókusztejjel, nem állati eredetű tejjel. Minden nap. Ma kimaradt. Hála a jó Istennek, nem lett. Mert jösszél, és már enni se tudott. Igen, annyira izgatott voltam, hogy összeszűkült a gyomrom picit, de hogy 5 napból 3-szor zabbal turbosítok reggel. Na hát, és hogy érzed magad egyébként? Most tényleg. De most így hogy vagy? Hát jól nézel ki. Hát nézd. Hát, hogy nem akarom hallgatni. Nem látod, hogy néz ki. Hát Gábor, hát egy csoda. Hát szépek a körmeim, nő a hajam, edzem, futok. Cikis borosta is. Érints meg a haját, érints meg! Fényes, nekem ez elég. Fényes, szép, igen. Gyerekek, ez a zapkúrám. Ez a zapkúrám. Hát, nézzétek, átveszek egy csomó, nem muszáj, gyerekek. Hát a jót mond. Ennyi. Merre jártál? Kalandoztál? Wellnesseztél? Számháborúztál? Mit csináltál? Egy pici kis augusztus végi wellness volt. Megmondom őszintén, csalódtam, mert hát ez a fajta irány, amit itt képviselünk, mondhatom most már így többes szám, vagy ketten is vagyunk már, sőt akár 3-4-en is, ez ismeretlen, alig ismert a wellness hotelekben. Szóval ilyen, hogy vegetáriánus táplálkozás, maga a vegetárianizmus, mint olyan, az kimerül abban, hogy rántott gomba és rántott sajt. Leginkább ez egy wellness hotelben fura egyébként, ahol már azt gondolnám, hogy ennél azért egy kicsit szélesebb. Igen, csak amikor az ember válogat, akkor kiírják az internetre azt, hogy különleges vegetáriánus és húsmentes menü, és megmondom őszintén, hogy ez sokat jelent abban, hogy mit választunk, melyik hotelt választjuk, és végül kiderül, hogy szinte minden étel húsos. Még a leves is szalonnával és sonkával készül. Legyen íze. És amikor szólunk, hogy kérnénk szépen, akkor üregesen néznek, és gyorsan összerítjentenek valamit, de nincsenek fölkészülve. Tehát szó nincs arról, hogy kitennének ugye a svéd asztalra 2-3 féle komoly, akár vegán, mert lehet vegán is egy család, nem csak vegetáriánus, tehát tisztán, hogy tejet, tojás sem fogyaszt. Ismeretlen, és minden nap küzdeni kellett és harcolni, hogy valami húsmentes, egészségesebb ételt kapjunk. Biztos. Igen, ez a rántott gomba, rántott sajt sokszor eddig terjed. Ami tényleg fura wellness hotelekben. Igen. Tisztelete kivételnek van egy-két jó hotel azért, hát ahol már ezt bővítik. Közül már nem ismerem mondani azt, hogy ilyen fehér rizs, meg krumpli, tehát krumpli püré, szalma krumpli, és ezzel ki ismerjük. Szerintem sokkal őszintébb lenne, hogyha ki lenne írva a hotelnek vagy az étteremnek a honlapjára, hogy gondoltunk a vegetáriánus vendégeinkre is, gondoltunk, de nem főzünk. Igen. Gondoltunk, de mi le is írjuk, maradjanak otthon. Mi leírjuk, hogy mi milyen étrenden vagyunk, és szeretnénk, hogy ezt biztosítanák, visszajelzést kapunk, hogy rendben, megoldható. Innentől kezdve üvegesen néznek. És hát a rántott sajt is egyébként abban az olajban sülöm be előtte a bécsi szeretet. Ebbe bele sem merek gondolni. És hogy ilyen szépen vagy felöltözköd? Mész valami szembesítésről, amelyik adalékanyaggyárra? A tárgyalásod van? Lesz egy megjelenésem hamarosan. Na, televízióban. Viszont egy nagyon szép címet nyertél el, ugye? Ezt olvastam, eljutott hozzám. Igen, és szeretném nektek is megköszönni, megmondom őszintén, hogy én közel 20 éve előadóként és hát szakemberként dolgozom az élelmiszertudományban, reformtáplálkozásban. De most jött el az a pillanat, amikor az év vegetáriánus a címet kaptam meg. Jó Istennek köszönöm, és nektek, mert azt kell mondjam, hogy amióta ez a műsor van, azt mondom, hogy már jócskán több mint fél éve, ugye ez tavaly decemberben indult ez a rovat, az elmentes övezet rovat, és nagyon sok levelet kapok, úgyhogy megújultunk, az életen teljesen új fordulatot, új utakon jár, új sineken, pályákon vagyok, és azt kell mondjam, hogy ezt nektek köszönhetem, hogy sok-sok új kapcsolatra is szert tettem, úgyhogy szeretném megköszönni így a kedves hallgatóknak is a leveleket, nektek is azt a komoly dolgot, azt a komoly munkát, amit most minden tréfa mellett, amit itt elmondtok, és amit tényleg szerintem úgy lazítja ezt az egész egyébként komoly és bonyolult kérdést. Nagyon nagy munkát végez ez a műsor, azt kell mondjam. Nem önmagában az, amit én mondok, hanem az a szemlélet, amit itt hordozunk. A levelekből látom, hogy én merem mondani, hogy több ezer ember váltott most nem azt mondom, hogy vegetáriánus vagy vegán lett, de egészen máshogy készíti az ételeket. Olyan leveleket kapok, hogy bizonyos ételeket egyszerűen valaki kinyitotta a hűtőszekrényét és kidobott, ha hallotta a műsort, vagy rögtön elmentek ugye venni kenyérsütőgépet, és azóta csak teljes sördésű kenyeret fogyasztanak. Úgyhogy nagyon komoly változások vannak. Most bújj oda. Egyébként most szerintem nekem kéne Balázshoz bújnom is. Ide bújsz? Figyeljetek, utána egy csomó komoly dologgal kell foglalkozni, például az ásványvízmaffia lelepleződésével. Öleljétek meg egymány. Figyelj csak, Istenem! Úristen, lefotóztad, Laci? Ne trevele! Picsit megszúrt a borostár, Balázs, ne haragudj. Figyelj csak, és a díjad az egy répa, ilyenkor az év vegetáriánusának van. Kaptam egy-két könyvet, egy oklevelet, de hát különböző élelmiszereket ilyenkor most nem kapok. Most mondjuk egy picit irigy vagyok azért. Nem hallottam erről az év vegetáriánus díjról. 4 jelölt volt, és 3 vagy 4 jelölt volt, és végül te lettél egy ilyen esti fogadás. Nem, tehát sok jelölt volt, és ebből 3-an kaptuk meg. De az egyiket láttad Cézár salátát enni a takarásból, és ezért kizárták. Mert abban van csík. Igen. Egyébként egy megtisztelő címről van szó, és a hallgatói, olvasói, nézői vélemények alapján áll össze, tehát ezt nem egy-két ember gondolja ki. Ez tulajdonképpen mondhatom azt, hogy Magyarországon az emberek véleménye, ha lehet így mondani. Hát az igazság volt, és azt kell mondjam, hogy, itt a műsornak a Klassz FM-en az elmentős övezet is sokat tett, ezért ezt egészen komolyan mondom, mert ugye titeket elképesztő mennyiségű ember hallgat, és ez formálja a szemléletet. Azért kicsit a zsebembe kellett nyúlni, hogy megvegyem neked ezt a díjat. De megérte. De azért természetesen örülök. Na, ásványvíz, botrány. Ugye ez már egy ideje aktuális, mert hogy ugye néhány nagyobb ásványvízet forgalmazó cégnek a palackai lekerültek a boltokról, és kiderült, hogy találtak bizonyos dolgokat. Ugye? Igen. Ebben aztán itt ugye felmerül egy-két dolog, hogy ez most tudatos vagy nem tudatos, mindjárt erről is beszélünk. Ez kb. 2-2,5 hete derült ki, hogy néhány áruház láncnak az ásványvízében találtak néhány hát tulajdonképpen baktériumot. Ugye? Így van, így van. Egészen pontosan, ha ki szabad mondani a nevét, Pseudomonas baktériumot találtak. Ez egy viszonylag normál baktérium, a normál flóra része, úszodákban, mindenhol, ahol víz van, nedvesség megtalálható. Egy picit én azt gondolom, hogy ez a botrány, ez egy kicsit ilyen felfújt dolog, hiszen valljuk meg, hogy naponta elképesztő mennyiségű ásványvíz fogy Magyarországon. Ugye most már napi 100 liter, bocsánat, évi 100 liter per fő per év, ugye a fogyasztás. Tehát évente egy magyar ember 100 liter ásványvizet fogyaszt el. Ha megnézitek, ez ugye naponta körülbelül mondjuk 3 deci, ha jól számolom. Én egyébként nem is javasolok az ásványvízből fél liternél többet egy nap, erről esetleg beszélhetünk még itt. És valóban ezt a törzset, ezt a Pseudomonas törzset megtalálták. Ezen kívül volt még egy kis nitrát-nitril probléma is. Azt gondolom, hogy több millió palack után megtalálnak egy normál flórát, egy baktériumot, ami úgymond a vizekben normál, ásványvízben. Ez azért lehet, hogy valakinek hírértékű, de aki ismeri a mikrobiológiát, az tudja, hogy nem igazán komoly dolog. Viszont arra alkalmas, hogy az ember ugye egy picit bepánikol, megnézi, hogy jaj, hol is forgalmazzák, és akkor jaj, ott nem veszem, ezt nem veszem. Ugye most nem gondolnám, hogy a Nébiknél azért olyan szakemberek dolgoznak, akik csak így föllövik ezt a rakétát. Lehetettől bajunk, vagy nem? Mert most ez, amit te elmondtál, az nekem ilyen érdekes mondat halomaz. Én azt mondom, hogy lehet bajunk tőle. Lehet bajunk tőle, amennyiben valakinek gyengébb az immunrendszere, tehát a Pseudomonas az képes bajt okozni, amennyiben valaki bejut olyan helyekre, ahol nem szabad. Egészséges immunrendszernél bizonyos csíraszám alatt ez nem okoz problémát. Mellesleg, aki úszik egyet valamelyik úszodába, előbb-utóbb olyan bacikat vesz fel, ami hasonló. Aha. Egyébként ilyen úszodai fülgyulladást okozhat a Pseudomonas, stb. Tehát természetesen tisztelem és becsülöm, hogy ez közzé lett téve. És de azt mondod, hogy ez akár a piaci verseny részese is lehet, hogy ez egy kicsit így megbukott post, hiszen azért hát egy év alatt több millió liter. Kövezni, de igen. Tehát lehet egy lobby, egyfajta piaci verseny. Amióta ugye a csapvizet egyre kevesebben isszák. Ennek is oka van. Azóta az ásványvizek forgalma és ugye népszerűsége nő, ez látható. Most már óriási polcrendszerek vannak ugye tele ásványvizekkel, és megjelentek ugye az ízesített ásványvizek, tehát mondhatjuk, hogy ez is biznisz. Hát nem kis biznisz, persze. Nem kis biznisz. És ugye Magyarország adottságai kiemelkedőek, ilyen szempontból, ezért várható volt, hogy az ásványvizeknek a szerepe nőni fog, és egy versenyhelyzet alakul ki. Ebben a versenyhelyzetben egy ásványvizet, ugye, hát milyen okból foghatnak perbe? Nyilván mikrobiológiai okból, tehát nincsenek benne adalékanyagok, nincs benne semmi, ami miatt azt mondhatnánk, hogy fú, ezt ne fogyaszt. Esetleg az ásványanyag tartalma lehet különböző. Jó, de akkor egyetlen lehetőség van, találjunk benne valami bacit. Oké, na most akkor nézzük meg, hogy ugye vannak emberek, akik 3-4 litert isznak ásványvízből. Mit ajánlasz? Csapvizet, ásványvizet, ha ásványvizet, akkor mennyit? Ugye ezek azért tele vannak oldott ásványi anyagtartalommal, 300 mg per liter, 500-800 van, amiben 1000 is van, ami azért nem kevés. Ajánlod, nem ajánlod, inkább nem. Csapvizet ígyunk, ásványvizet ígyunk, ha igen, mennyit? És sportorvosokkal is beszéltem. Én úgy tudom, hogy az ásványvizet ilyen mennyiségben, amit mondtál, tehát 3 liter meg 4 liter naponta, így nem szabad fogyasztani. Ezek mély rétegből, ugye védett vízadó rétegből jönnek föl, és nagyon, ugye ezek sűrű vizek, tehát ezek nagyon magas, ugye, hát 1000 mg per liter alatt vagy fölött van, ez elég komoly mennyiség. Az oldott ásványanyag tartalom, ezek ugye a kálcium, a magnézium, igen. Igen, itt vita folyik, hogy mennyire épülnek be, mennyire szívódnak föl. Lényeg az, hogy oszmotikusan egyensúlyt tart, tehát a fölszívódási folyamatokat befolyásolja, esetleg a vérnyomás, ugye a túl sok ásvány nem mindenkinek szerencsés. Ezért mondja a szakma azt általánosan, Élelmiszeripari Egyetem például, hogy fél liter per fő per nap a maximális fogyasztás. Ha valaki mondjuk kohó munkás, akkor biztos, hogy védőitalként ihat ilyet, de egy normál ülőmunkát végző ember az nem ihat fél liternél több ásványvizet. Itt is rögtön kérdezhetnétek, de melyiket? Nyilván nem mondok márkanevet, de vannak ugye a 6-700 mg per literesek, igen. Vannak az 1800-osok, van az 1800, a fölöttiek. Valamiben 2-300 van, az, igen. Itt sem mindegy. Ugye minél alacsonyabb ásványanyag tartalom az elvileg az emberi szervezet szempontjából szerencsésebb, csak ugye annak az értéke is kisebb, tehát ott az ár értékaránya kérdés. Oké, de akkor az optimális folyadékbevitelt akkor miből oldják meg az embereket? Tisztított csapvíz. Tisztított csapvíz. Ezekről is rögtön beszélünk, mert azért ott is van, tehát ott is kell egy-két dologra figyelni. Én azt olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikkben, hogy ugye a víznek önmagában szállító szerepe kellene, hogy legyen, azért kéne, hogy ígyjuk. Fölvesz egy csomó minden, csalakanyag, stb. Elkezdik kimosni. Na most ezek a vizek, ugye az ásványvizek, mivel tele vannak mindenféle oldott ásványanyag tartalma, ezért már nincsen effektíve szállító szerepük, tehát nem teszik meg azt a hatást, vagy nem okozzák azt a hatást, amit mondjuk egy sima, kevésbé terhelt vízzel mi mondjuk beviszünk. Ez így van, hogy nem tud egyszerűen úgy szállítani a víz, ezért nem jó sokat inni, plusz lerakódik, vesekő, stb. Tehát, hogy lehet probléma. Megváltoztatja azokat a viszonyokat, igen, amik a szállításhoz kellnek, a beépüléshez, a felszívódáshoz. Ugye az ásványanyagokról azt tudjuk, hogy enzimatikus folyamatokban vesz részt számos fontos folyamatban, és ez fölborul, vagy fölborulhat, hogyha túl magas az ásványanyag bevitel, főleg a szervetlen élelmiszerekben is van ásvány, ugye egy sárgarépalé, egy céklali tele van ásvánnyal, azok más kötésben vannak. Szeretném hozzátenni, Balázs, azt, hogy ásványvíz, vagy lúgos ásványvízkúrát, azt például ajánlok, tehát ivókúrát szoktunk javasolni, vannak egyébként jó kis lúgos ásványvizek, vagy csökkentett deutérium tartalma, ami így jön fel a földből. Tehát olyan ásványvizek vannak Magyarországon, amelyek kifejezetten mondjuk egy rákbetegség esetén is megelőzésre jó lehet. És vannak a normál ásványvizek, amelyek kifejezett gyógyító hatással nem rendelkeznek, vagy megelőző hatása, azokkal vigyázunk. Tehát ivókurát tartanék, mondjuk lúgos ásványvíz ivókurát tartanék, egy több heteset, de az, hogy minden évben én megígyak, vagy csak azt igyam, ez problémás, megváltoztatja a fölszívódási viszonyokat, és hát nem biztos, hogy a vesének mondjuk, vagy az izületeknek, a keringésnek, az agynak szüksége van erre a jelentős mennyiségű ásványra. Igen, csak ugyanakkor meg ott van ugye a csapvíz, és ez ugye az evésnél is ugyanolyan probléma, hogy mit tegyek, és ahogy látom az ivásnál is, hiszen a csapvíznál viszont azt mondják, hogy ott vannak a hormonok, ott vannak ugye mindenféle vegyszermaradványok, ott vannak a mezőgazdasági melléktermékek, a permet, a fogamzásgátló, a női hormon, a vizelet, stb. Tehát, hogy az sem biztos, hogy jó, bár Magyarországra azt mondják, hogy azért sok helyen egészen kiváló a csapvíz minősége, de mégis azt mondják, hogy azért nem biztos, hogy azzal teszel olyan jót, ha mondjuk nem szűr, csak sima csapvizet iszol. Hát azért ott is van, vagy lehet veszélyforrás, nem? Igen. Plusz a csövek és a hálózatok rendszere, amit még belemos a víz. Így van, ez a kettő fontos. Általánosan azt nem mondhatom, hogy rossz a víz, mert ugye ahány régió, annyiféle kút, annyiféle dolog, mondjuk a törvény az azonos. A Dunai vízről tudunk, amit tudunk, ugye, hogy igyekeznek szűrni, amennyire csak lehet. A szakma azt mondja, hogy a vizek, a csapvíz jó minőségű, nem kell vele foglalkozni, nem kell szűrni. Sokunknak erről más a véleményünk, valószínűleg mi szélsőségesnek számítunk, ezért mi tisztítjuk a vizet. Ezáltal azok a nehéz fémek, esetleg ugye azok a hormonok. Igen, nitrát, ami nem a, tehát nem a vízlelő helyen van, értitek, nem a Dunában van, hanem ugye a nitrifikáló baktériumok a csővezetékben elszaporodnak, és időnként ugye ezért van az, hogy ha iszod a csapvizet, időnként érzed, hogy más az íze. Időnként esetleg megklórozzák, vagy tisztítják a csővezetéket, de hát nem írják ki minden héten, vagy minden hónapban, hogy most ne idd a vizet, mert most klórozunk, hanem egyszerűen megy. Aztán én szívesen fogadok tanácsokat, ha van vízügyi szakember olyan, aki ezzel foglalkozik, hogy ez hogy működik. Jelenleg az álláspontom, hogy tisztítjuk a vizet, az a biztos, főleg ahol gyerekek vannak, ugye a csecsemőknek szánt vizet, ugye ez egész más, babavíz néven. Felnőtteknek is azt mondom, hogy például a férfiaknak. Egy kedves fodrászbarátom mondta, hogy most már lassan oktatják ki is a fodrászoknak, hogy a csapvízben lévő esetleges hormonok, női hormonok ugye a férfi kopaszodásban, a férfi problémában milyen szerepet játszhat. Megint attól függ, hogy milyen honnan származik az a víz. Tehát a víztisztítás egyre inkább előtérbe kerül, és ugye az ásványvíz, ha megnézitek, az egy sűrű víz, az egy magas ásványanyag tartalmú, viszont mondjuk az ozmotikusan szűrt víz, az pedig egy nagyon lágy, sőt gyakorlatilag üres víz, úgymond. Igen. Így van. Igen. Jó, erről is beszélünk nagyon sok kérdésről, hogy ezek az úgynevezett víztisztítók és víztisztító által megtisztított vizek, azok jók-e? Érdekes dolgokat mondtál itt a szünetben erről. Úgyhogy rögtön ezzel folytatjuk, jó? Mert ha nem túl sok ásványvíz és nem túl sok csapvíz, akkor marad a tisztított víz, de ott is figyelni kell egy-két dologra, hogy elmondtad. Úgyhogy ezzel folytatjuk, illetve belemegyünk majd még egy kicsit az ízesített vizek, édesített vizek, mindenféle aszpartámos, meg ízekkel ellátott vizek, azért arról is érdemes beszélni, meg egy-két ilyen cukrozott gyümölcslé, amit azért sok gyerek iszik. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, jó? Ha valakinek van kérdése, küldje nyugodtan SMS számunkra, 8:30 volt. 2 perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva itt vagyunk újra. A 6-os úton az M0-as csomópont előtt Pécs felé vezető oldalon baleset volt, helyszínelés folyamatban, ezt Leslie küldte nekünk, valamint Óriáső dugó a Hengermalom út, Budafoki út kereszteződésénél gázszivárgás miatt mentők, tűzoltók, rendőrség a helyszínen. Ezt Feri küldte nekünk. M3-as Nyíregyháza felé a 152-es kilométernél lévő parkolóból mérnek, üzente nekünk Andrej, és az M9-es autóúton a Dunahíd lábánál KPM igazoltatja a kamionosokat, Kobi bácsi üzente nekünk, drága kamionosok, korongot elindítani, visszarakni, megnyomni a távirányító gombot, hadd forogjon. Ez a helyzet. Na, mi pedig ugye Gáborral folytatjuk az M7-es övezetet és az ásványvizekről, a tisztított vizekről, pívízről, ozmózisos vízről, és mindenről beszélgetünk, illetve pontosabban még ideig nem jutottunk el. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy lehet ásványvizet inni, de az oldott ásványanyag tartalom miatt abból se jó 3-4-5 liter, mert hogy ahelyett, hogy jót tennénk, és sok a folyadék, megterheli a szervezetet. Beszéltünk erről a pseudomonászról, ugye, hogy tulajdonképpen azért sok vízben benne van, nem kellett tőle annyira félni, itt egy kicsit magasabb volt a határérték, de nem biztos, hogy ez akkora baj. Balázs, egy picit annyit korrigálnék, hogy nincs benne a vizekbe a pseudomonász, mert akkor ugye az szaporodna, hanem itt most bekerült. Itt most bekerült valami okból, és ezt vizsgálják, hogy miért került be. Ez is sima talajbaccia, ahogy mondtad, igen. Tiszteletben tartjuk a szakmai eredményt, de nem kólia és nem szalmonella, amiről itt szó van, hanem egy pseudomonász, ami nem annyira veszélyes. Oké. Elmondtad, hogy ásványvízből kevesebbet. Mi a helyzet a házilag beszerelt, ugye ozmózisos, NASA által használt brutális víztisztítókról? Nálunk például olyan van, a Pali elmondta, hogy ezt használja a NASA, egyébként nem 100 000-es tétet, ez egy 40 000 fontos víztisztító készülék, olyan apró részecske szinten szűri át a vizet, hogy a vizeletüket tisztítják meg az űrben, és isszák meg azt újra, egyébként olyan szintű szűrőkön nyomja át. Ez jó? Most bocsánat, de mit mondjon más? Persze, hogy a NASA használja ki más. Tehát, hogy nem, utána azért... hogy a NASA találta ki ezt az ozmózitos rendszert tulajdonképpen, és így terjedt el aztán kereskedelmi forgalomba, de először ezt az amerikaiak fönt az űrben használták, és ebből lett aztán kereskedelmi forgalom. Tehát, hogy ilyen szinten szűri át. De ő nem forgalmazó volt, ő csak egy szűrőt cserélt benne, nem tőle vettük, elmondta, hogy ez miért jó szerinte. Jó-e az, ha csak ezt isszuk? Ugye ez egyre több háztartásban van. Ezzel mi a helyzet? Azt gondolom, hogy jó. A reverz ozmózisos szűrők a legtisztább, hát lényegében ásványanyag, kvázi ásványanyagmentes vizet hoznak létre, nem marad benne igazán semmi, megszűri a nehézfémektől, minden makromolekulától, csak a vízmolekulákat engedi át, egy félig átteresztő, ugye ez egy ilyen... Ezen nem mennek át a hormonok, ezen nem megy át semmi, ugye? Tehát ez tulajdonképpen mindent megszűr. Semmi. Arról folynak viták, hogy ez a víz, ami végül lesz, ez egy kvázi desztillált víz, ha nem is desztillálással készül, ez mit okoz a szervezetben? Megindít egy gyors tisztulást, ezért például tisztítókúráknál is jól használható. Ugyanakkor hosszú távon, ha valaki ebből is litereket iszik, az ilyen ozmotikusan szűrt vízből, akkor esetleg egy belső kilúgozódás jöhet létre. Ezt van, aki takadja, van, aki elfogadja. Szakmailag, egyetemi tananyagban az szerepel, hogy a desztillált víz fogyasztása az ugye ezt a kilógozást hozza létre, kálcium kezd dürülni a szervezetből, a csontokból. De problémákat vethet fel, ezért szerelték rá az utánsózó vagy utósózó részleget egy-egy ilyen berendezésre, amin át, ugye a víz átmegy, és akkor visszaveszi azt a kis sómennyiséget, amire a szervezetnek szüksége van. Aztán valaki ezt a sózó részt nem iktatja be magának. Én megvallom, én egy pici ásványvízzel sűrítem, nem higítom, hanem sűrítem. Tehát olyan 1:6 arányban, tehát egy kis mennyiségű ásványvizet, jó minőségű és megbízhatónak, tehát számomra megbízhatónak számító ásványvizet aláöntök, és ráöntöm ezt az ozmotikusan szűrt vizet, amit mi is otthon készítünk, és ebből egy olyan 50-100 mg per literes lágy, kristálytiszta víz lesz. Ezt fogyasztom, és szerintem nagyon jó a hatás. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot itt a szünetben, amikor beszélgettünk, hogy jelzik neked olyan nők, akik csak ezt a tisztított vizet isszák, hogy csontritkulás léphet fel, mert ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy üres víz, ami viszont annyira üres, hogy pont a fordítottját csinálja, mint az ásványvíz, hanem nem lerak, hanem ugye elkezd a szervezetből elszívni, mondjuk kálciumot, és ezzel együtt megy ki, és hogy csontritkulást okozhat, ha valaki például sokat iszik. Igen. Akkor, hogyha valaki nem fogyaszt naponta megfelelő mennyiségű ásványanyagot, zöldségfélét, gyümölcsöt, magvakat, hanem ilyen normál üres étkezésen van, ahol amúgy sincs magas kálciumbevitel, ott ha valaki azt mondja, hogy na, holnaptól kezdve egészségesen kezdek élni, és beszereltetem a víztisztítót, onnantól kezdve, mivel amúgy sem visz belé kálciumot, és még ezt a vizet is fogyasztja, ezért meg lehet az esélye annak, hogy egy kálcium kivonódás jön létre. És személy szerint találkoztam ilyen asszonyokkal, és pár éve fogyasztották, és nem javultak, sőt romlottak az eredményeik, de nem szeretnék senkit sem megijeszteni, aki ilyen vizet fogyaszt, csak arra kérném, hogy gondolja meg, hogy valamilyen kismértékben a sótartalmát természetes módon vizelje. Hogy nem mosson ki annyit a szervezetből. Igen, egyensúlyozott táplálkozás mellett ez nem fordulhat elő. Én azt mondom, hogy amikor a vizet elfogyasztjuk, tegyük fel, és előtte-utána 2 órával nem eszünk semmit, ami ritka Magyarországon, akkor abban a 2-3-4 órában megtörténik ez a kilógozódás. Tehát én azt mondom, hogy legyünk okosak és legyünk bölcsek, inkább hozzunk létre egy lágy vizet otthon. Nagyon egyszerű a megoldás, meg kb. Fél perces munka egy ilyen bekeverés reggel üvegbe, tehát nem műanyagba, üvegbe keverjük be, és ilyen módon. Egyébként az esetek, mit mondjak nektek, 90%-ában nem tapasztalunk azért ilyen csontritkulást, meg fogzománc problémákat, de bizonyos embereknél ez is előfordulhat, és a szakmai álláspont az, hogy ezekkel vigyázni kell. Az ásványvízzel is vigyázunk, napi 2-3 liter, az ozmatikusan szűrt vizet is egy picit. Tehát ezt használjuk, alkalmazzuk, és ezt jónak tartom, de okosan járunk el, és visszasűrítjük 50-100 mg per literre. Én ebben hiszek. Nagyon sokan kérdezik a pívizet, hogy azzal mi a helyzet. Jó, egy nem jó, tisztított, jó minőségű szűrt víz, ami mögé tettek egy szemléletet, ugye ezek az energetizáló dolgok, ezekben megmondom őszintén nem hiszek. Én a fizikai dolgokban tudok jobban hinni ezen a téren, ezért a pívizet én egy tisztított, szűrt, jó minőségű víznek tartom. Mindenki ítélje meg, hogy ez így számára alkalmas. Babavizek? Kiváló minőségűek, hát ott nagyon komoly mikrobiológia és egyéb vizsgálatok vannak. De abban is látok oldott ásványanyag tartalmat, tehát van egy cég. Maximálják. Mikrobiológiailag ott inkább a minőségre figyelnek, és maximálják az ásványanyag tartalmát. Ott sokkal komolyabb, hát mint minden babatápláléknál is, sokkal komolyabbak a szabványok. Cukrozott, aszpartámos ásványvizek, ezek nagy... Hát ez az egyik fő problémám, hogy megjelentek azok az ásványvizek, szénsavas ásványvizek, amelyeket most már elkezdtek ízesíteni, és hát nyilván nem cukorral, hanem rögtön valamilyen édesítőszerrel kezdték el. Tehát megjelentek azok az üres italok, csak ásványvizes formában, mint amiktől itt óvtuk az embereket. Nem látom ezt jó útnak. Persze a szülő azzal nyugtatja magát, hogy de hát ásványvíz van benne mégiscsak, de ezzel nem jutottunk előrébb. Megint hozzászoktatjuk egymást és magunkat az édes, narancsos, ilyen-olyan ízekhez, és azzal nyugtatjuk meg az embereket, hogy de hát egészséges, logos ásványvízből van. Nem látom ezt jó útnak. Ne torzítsuk el, vagy ne torzuljon el ez az irány. Maradjon meg az ásványvíz ásványvíznek, a tiszta víz tiszta víznek, a legegészségesebb táplálék a víz. Tehát a folyadékok között. Szikvíz, most lehet, hogy erre így hirtelen nem tudsz mindegyikre válaszolni, nagyon sokan kérdezik. Egy sima szódavíz. Háj, de jó, aztán fröccsnek gyerekek, egy jó kis fröccsel, gyerekek, kiderül, hogy ide lyukadunk el mindig, hogy gyerekek, az arany középút egy jó fröccsből nem lehet van. Ennyi. De hogy került a szódavízbe most az alkohol? Hát, hogy mert az arra való, jedlikányos, azt azért találta föl. Hogy került bele? Igen, a Jani válaszolta meg, hogy itt ül a Feri. Ennyi. Mi az, hogy került bele? Gyerekek, de hogy azért tényleg érdekes, mindig bebizonyosodik, hogy egy volt, tehát hogy érdekes egyébként. Igen. De régen volt, már összemosodnak itt a dolgok. A jedlikányos a szikvizet találtak ki. Nem? Igen, nem a fröcskedvés, csak Feri így tudja. Igen. Tehát az arany középút bizonyosodik be mindig. Csak úgy, mint az étkezésben, hogy nem jó, ha nem eszel szénhidrátot, minden, ha nem jó, ha nem, tehát nem jó, ha egy oldalon. Az ivásban is ugyanez van. Nem jó, ha csak tisztított víz, nem jó, ha csak csapvíz, nem jó, ha csak szénsavas víz, vagy ásványvíz. Tehát ha kicsit mindenből, az ugye? Az arany középút, ez mindig bebizonyosodik. Itt se jó csak az ásványvíz, itt se jó csak a csapvíz, itt se jó csak a tisztított víz, mindegyiknek van előnye, hátránya, ha ezt egy kicsit kevered, nem? Igen. Ha változtatod, akkor személy vagy az arany középút. Személy szerint reggel így gyomorra tisztított lágyvizet fogyasztanék, rögtön nem ásványvizet, mert ugye ez indítja meg azt, hogy a hajnali kiválasztás során minden szépen kiürüljön a lessén keresztül, és ugye az ember el tudja menni vécére, stb. Majd napközben, amikor a szervezet terhelése nő, akkor lehet délután szerintem ásványvízzel is ezt megoldani ezt a kérdést, de maximum, ahogy mondtam, félig. Olyan jó egyébként, hogy ilyen részletekben helyre teszed a dolgokat, mert szerintem most például Feri is rengeteget tanult, hiszen ő korábban babavízként a rozéfröccsöt ismerte. Ha is nálunk most is azt nincs, és semmi baj a gyerekeknek. A Soma 1 éves korától állt rá erre, és ma már tudja az összeset, megcsinál kis magától rendel, kis fröccs, házmester, viceházmester, mindegy. Hamot nem kértem, mondta Soma a múltkor. Ha már ivás, tudom, hogy ez is egy szélesebb téma, de bejöttek ezek az 5 literes szülők által nagyon kedvelt olyan dobozos gyümölcslevek, amiről ugye nagybetűkkel ott van, hogy nem sűrítményből készült. Még van időnk, gyorsan nézzük át, hogy mi az, egy gyümölcsle egyébként sűrítményből készül, illetve ezeket a hozzáadott cukrot, színezőanyagot, mesterséges ízfokozót nem tartalmazó, kartonos, tudod, 5 literes, nem sűrítményből készült gyümölcsleveket, amik pár éve valaki ezt kitalált, és most már tényleg minden cég csinálja, jónak tűnik, megveszed, az egész valahogy természetesebb, mint ez az 1 literes kiszerelés. Ezeket ajánlod, nem ajánlod, jó a gyereknek, nem jó a gyereknek. Egyáltalán mi az, hogy nem sűrítményből készült? Én ezeket ajánlom igazán. Az a baj, hogy ezek drágább árfekvésűek. Igen. A sűrítmény... 1500-2000 forint körül van 5 liter. A sűrítménygyártás mindig a leggazdaságosabb, hogy amikor terem egy gyümölcs, akkor azonnal besűrítik és letárolják ilyen. Hát sok ezer literes tartályokba, ez a legolcsóbb, leggazdaságosabb technika. Itt kivonják belőle a víztartalmat? Igen, ezt van, amikor mondjuk messzi országban vagy földrész, mondjuk Szíriában készül egy narancssűrítmény. Nem tudom, láttatok-e már olyan hordós narancssűrítményt, aminek narancsárga színe van, és így bele nyalsz, és nincs íze. Azt meg elképesztő, amikor elmondtad, hogy különhozzák az aromát egy palacban, különhozzák a sűrítményt, és a kettőt szinte vegyészek összerakják. Igen, azért az érdekes. És jól cserélt víz kerül hozzá, és rárajzolják a narancsot. Tehát ehhez képest ég és föld a különbség, és ezért én javasolom, hogy amennyire lehet, ha szabad így mondani, támogassuk a hazai ilyen termékeket, hogy hazai almalé. Hogy az almalégyártók Magyarországon nagyon nehezen boldogulnak. Pont amiatt, hogy minden sűrítményből van, és ezek a bagging box rendszerek, amit mondtál, hogy ugye vákum, és ezek vákum csomagoltak. Tehát, hogyha öntesz belőle magadnak egy 2 decit, utána még 2 hét múlva is. Nem kell többet tenni, nem jut bele levegő, van egy kis csap rajta, ezt kibontod, egy nap volt, mire megfejtettem, kibontam, már föltéptem a tárkájét, már levágtam, amit nagyon kívánt. Ahogy te csomagolsz ki. 4 napig ült a család, hogy ezt kitalálta ki ezért, és aki jött valami okos, ott van a csap rajta alul. Ja, mondom, én is tudtam, csak a gyereknek jó szórakozás. De nem jön el, van dugulva, itt van egy kis fólia rajta, ezt még kell kezdeni, ja? Kinek csinálják ezt? A Rubik Ernőnek? 4 napig ült a család fejvakarba, már szétbontottuk, levágtuk, ollóval hegesztettük, flexel vágtuk, mindenhol alul megtaláltuk a csapot. Szóval ezeket ajánlod. Igen, csak ezek rostosak. Ezeknek az alján üledék van, seprű van, ezeknek az íze jellegzetes. Esetleg lehet, hogy intenzívebb íze van, tudjátok, és az a helyzet, hogy az iparban ugye fontos olyan ízeket gyártsanak, amik tükrösre szűrtek, az íze stabil. Egy hazai bagging box almalénnek az íze változik. Tehát 2 azonos zacskót nem veszel, mert az eredeti. Meg az érdekes, hogy mondod, ezt az intenzív ízt, hát ez maga a gyümölcsi íze, csak már elszoktunk tőle. Csak ugye ahány fát, ahány fajtát kevernek, ugye különböző fajta keverékekről van szó. Az iparban szeretik az állandóságot, és egy ember megvesz egy bizonyos almalevet, akkor azt várja, hogy 2 hét múlva is ilyen íze legyen. Ezt nagyon nehéz megkomponálni a természetes ízekkel, ugye ez a gond. és ezért mondom azt, hogy ne csodálkozzunk, hogyha egy picit más íze van mindig az annak az almalének. De hogy akkor ezek jók. A bodzalének. És keressük azt, hogy nem sűrítményből készül. Így van, ez pláne. És ez gyereknek adható, ez gyümölcscukor van benne, de hozzáadott cukor nincs benne, tehát ezek jók. Mindenképpen. És lehetőleg magyar legyen. Így van, így van. Ez most csak egy házi kérdés magamnak, paradicsomlé. Így áll nyugodtan egy kortyot. Én még nagyon szeretem, meg van benne egy csomó dolog, az jó. Egyébként sima, nem sűrítményből készült, sima, egyszerűen natur paradicsomlé, kis sóval fűszerrel. Nagyon jó, javaslat. Jó? Veszel egy paradicsomprést magadnak, megveszed a paradicsomot, kipréseled otthon, akkor jó. Aha. Na, most mi van? Hát mi van, te egészséglovag? Ennyit nem vagy hajlandó megtenni érte? Saját magadért? Igen. Hát erre mondták az üvegtigrisbe, hogy mennyi, aztán főzessi anyáddal, kiskacsa. Erre mondta Rudolf Péter, hogy mennyi, aztán főzessi anyáddal, kiskacsa. Persze, meg lehet csinálni. Sőt, találkoztam a budaival, igen, aki itt volt nálatok, igen, és elmondta, hogy olyan gépet helyezett a forgalomba, hogy ledarálja neked a spenótlevelet, egyben meg is párolja, 10 perc alatt bedobsz mindent, egy mixergép, ami egyébként 60 fokon még egy kicsit meg is párolja, benne marad egy csomó anyag, egy csomó jó, ásványanyag, stb. Vitamin, és azt utána a gyümölcslé formájában adod. Lefőzöm előre, a 2,5 kg marhahát Jó, van még egy nagyon fontos kérdés, tudom, hogy ebből nem készültél, de jövő héten kezdjük ezzel, jó? Esetleg elfelejteném, akkor emlékeztes kérlek, ugye én olvastam egy érdekes cikket arról, hogy miért nem jó, és ez megint ugye lehet, hogy a rémizgetés kategória, de az ember már tényleg összezavarodik, ásványvizet inni műanyag palackból, és ott volt egy BHP, BPH, nem tudom milyen anyag, ami elvileg ugye a lugos víz vagy a lugosabb víz hatására kiászhat az ásványvizes palackból, és megfejtették híres tudósok egyébként, hogy az ember szervezetében mennyit emelkedett ez a szint az elmúlt 50 évben, köszönhetően azért, mert mindenki műanyag flakonból issza az ásványvizet. Rákkeltő hatása van, ugye, mert hogy maga a víz, az a műanyag flakonból kiold egy olyan a flakon készítésénél használt összetevőt, amit a szervezet kevésbé tud szeretni, hiszen szintetikum. Hogy ennek lehet valóság alapja, utána nézel a jövő hétre, megnézzük. Igen, ezek pikogram mennyiségek, tehát igen minimális, de, na jó, de, ha sok, de ebben a mennyiségben ugye? Is, akár a hormonális rendszer, ezzel szívesen foglalkozom én is, szívesen fölkészülök. Muszáj ezzel foglalkozni, mert a műanyaggyártás is egy külön üzletág lett, és vannak ugye a keményebb, lágyabb műanyagok, és azért nem mindegy, hogy egy műanyag ugye milyen mennyiségben kerül a szervezetbe. Áll egy lugosabb víz benne fél évet, egy évet, mire megiszod, az beleoldja, te azt megiszod, tehát hogy igen, ez lehet-e veszélyes. Jó, akkor ezzel folytassuk, mert ez egy érdekes kérdés. Jó, a cikk az dermesztő volt, hogy egyébként milyen adatokat mutat egy-egy vizelet vagy vérvizsgálat a nyugati lakosságnál, vagy az európai, vagy az amerikai lakosságnál, az érdekes erről is beszélni, csak akkor már tényleg megbolondulsz. Tehát én már ott voltam ennél a cikknél, hogy na menjetek tényleg. Tehát már semmi. Igen, de fél ország nevében szeretném megköszönni, hogy a rovatod után eddig csak enni nem ettek az emberek, ma már inni se fognak. Igen. Mindig fog rám, hogy Bali küldte a témát. Ettől csak ennyi, és akkor engem akarnak megölni. Igen, Bali javasolta, hogy foglalkozzunk ezzel. És itt az SMS falon ilyet olvasok, hogy Dudva úr, az én vagyok? Igen. Teljesen tudatosan nem frissítem az SMS-eidet. Nem fogom ezeket olvasni, ezek nagyon komolyak. Kimért meg attól egyébként. Ígyunk sört, így a sört, így a Dudva úröken még az szellemes is. Tehát, hogy igazából nem van. Lesz ez még rosszabb is szerintem. Jó, szerintem a legfontosabb dolgokról beszéltünk, minden mértékkel mindenki nézzen utána. Kútvíz, kérdezik többen, ez megint az adott kúthálózat állapotától függ, gondolom, igen, nem? Szerencsés a helyi hatóságtól megkérdezni, hogy milyen milyenek a helyi vízviszonyok, és az sem kizárt, hogy a helyi kútból, sőt azt gondolom most már kötelező is, vízvizsgálatot kérni, mert hogyha az tele van nitráttal, akkor ott elég problémák lesznek, tehát itt vízvizsgálatot lehet kérni. Deutériummal csökkentetés, ez az utolsó. Fantasztikusnak tartom. Ásványvízben is van ilyen, ami így jön fel a földből, Sóskút mellett, és hát nyilván, hogy a szakma is képes előállítani deutérium mentesített vizet. A rákos megbetegedéseknél igen, tehát abszolút segít a gyógyulást. A deutérium mentes vizet ajánlják elsőként, ha valakinél mondjuk igen daganatos megbetegedés. Ez egy komoly szakmai eredmény is, hogyha ilyen vizet találunk, akkor használjuk. Oké, Gábor, imádtam, hogy itt voltál, mit reggeliztél? Én köszönöm. Hát megmondom nektek őszintén, a wellness után megkívántam a puffasztott tamarántot megkívántam. Most fogok oda bújni hozzá megint. Agavésziruppal fogyasztottam, és megmondom őszintén, hogy egy kis savanykás almával, ez most egy olyan jóleső érzés volt egy hét után, megmelegített az otthoni konyhatechnika, és hát a egy pici vadköles lisztet tettem hozzá, mert muszáj ugye... Mit tettél hozzá? Egy kis vadköles lisztet. Az iskoládat, hát megint kezdesz el kanálni. Vadköles liszt, hát komolyan mondod, hogy megfolyik a nyál a számmal. A vadkölesben szilícium van, ami hiányzik az amarántból, és muszáj a körömnek, a fognak és a hajnak. A bőrnek inkább. Búcsúzó legyölelés? Ne, már megszél, már nekem már megvolt. Én már megígérjük neked, hogy jövő csütörtökre kicseréltetjük ezeket a fénycsöveket itt, amik kiégtek, és még csillogomnak fog tűnni Balázs haja. Igen. Jó, jövő héten akkor más témával készülünk, már tudom egyébként, hogy mivel, de nem mondom el. Oh. Viszont akkor a palackos vizekre még visszatérünk. Jó? Én köszönöm, hogy eljöhettem megint. Gábor, drága vagy, vigyázz magadra, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hármas ugrással megyünk már is tovább. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello, Anita, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia. Hello, Anita. Hallottad Gáborunkat? Hallottam, igen. Érdekes, nem? Hát, igen. Az ember vagy megbizonyosodik valamiről, vagy még jobban elbizonytalanodik. Inkább az utóbbi. De ezeket mindig jó tudni. Legalább az ember tud választani. Így van. Nem mondhatod azt, hogy nem hallottál, vagy nem tudtál róla. A választási lehetőség az minden embernek a saját szuverén joga. Így van. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Nem, így van, mi a beteg? Tényleg az, nem, csak gyorsan akartam végezni tegnap. Szerencsés vagy, Anita. Mehetünk? Mehetünk, igen. Azt még nem mondtad el, honnan telefonálsz? Karcagról. Karcag, te jó. Jól van, így szól az első kérdés Zserikát nyakba akasztóért. Hogy nevezik a cserebogár lárváját? Pajor. Így van. Így is van. Beszéd kis lény az. Hát, a pajor? Igen. De őszinte volt. Igen. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, dedikált egér alátétel. Melyik ókori városállam kiemelkedő hadvezére volt Periklész? Róma? De figyelj, gyorsan jött ez a dolog. Igen, miért kell kapkodni? Periklész, még ha picit izlergeted a nevét. Oh. Így van, görög városállam. Hát, hogy alapvetően egyébként ugye Rómát városállamként nem is nagyon szokták nevezni. Igen, Atén. De miért kell kapkodni? Igen. Tudtad te ezt? Mivel foglalkozol, Anita? Kerámikus vagyok. Kerámikus vagy. Abban tálalod a jó karcagi birkapörköltet, mi? Így van. Jó is. Hungarikum lett, csak mondom. Nagyon helyes. Igen, nagyon helyes. Finom is ez. Anita, nincsen ajándékcsomag, ugye boom sincs, ez a második kérdés volt, úgyhogy nem tudunk boomozni se. Köszönjük. Köszönöm. Puszilunk, vigyázz magadra. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Balázs, neked komolyan ezektől a baromságoktól van orgazmusod? Is. És igen. Is. Sőt. És még sorolhatnál. Egyre perverzebb vagyok. De ma lúgos vizet képzelek magam elé. Gyerekek, fontos ezekről szerintem beszélni. Jól van. 9 óra múlt 1 perccel, bocsánat, csak kicsit saját magunk hatás alá kerültem. Saját magad hatás alá kerültünk. Annyira jó volt ez a rovat. 9 óra múlt 1 perccel, jövünk a hírek után. 4:10 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és azért, gyerekek, meg van bocsátva a kedvizene. Meg van bocsátva. Megbocsátottátok azt a Rainbow mellé nyúlást? Kifújtam a szakma órát? Nagyon ott voltál, és ahogy ahogy a hallgatók is nagyon hálásak, hogy én is. Kint szeleteltünk a Zsuzsival a folyosan. Jóvá tettem az összes bekövésemet? Nagyon. De miért, hogy behoztam ezt a számot? Vége van. Mostantól azok az zenék van vége. Holnap Firestarter. Holnap Sepultura. Vége. Ezzel búcsúztam. Jó? Más típusú zenéket szeretek, mint te, de ezzel búcsúztam. Jó? Bali Jani kívánságkosara bezár, és ez volt a rotációs zenekosár. Ez volt a legköszönő zeném. Jó? Befejeztük. Ez nem egy napközi. Ez egy rádió. Aha. Mondom, mit hallok szerdán. Nem tudom, mikor kaptál az általad behozott zenékre egyébként ennyi pozitív SMS, szerintem gondold át. Mondom, hogy miket hallok szerdán. Balázs. Oké. Ez egy rádió. Aha, ez nem egy napközi. Ez nem a Jani játszótere, ez nem a Bali játszótere. Aha. Itt nem lehet berakni zenéket. Van egy zenei szerkesztő, ő rakja be a zenéket. Úgyhogy Jani zeneitára, Bali zeneitára becsukódik. Jó? Fogd már fel, légy szíves, Balázs, hogy ez egy rádió. Itt nem mehetnek hallgatóbarát zenék. Hát azért a Prodigy erősen véleményed. Hát mondhatnám, Figyelj, Jani, 2 millió ember hallgat, és igen? 20 ír SMS. Nem reprezentatív az a 20 SMS, tudod, erre azért én mindig azt mondom, de néha megengedhetünk magunknak ilyet, de vége van. Vagy mentek 10. 20 SMS, akkor te se tudsz számolni. Mindegy. Lekutatnám azért a Prodigy-t, hogy ezt én hiszem, én ilyen zenéket hallgatok. Én ilyen zenéket hallgatok, gyerek. De szívesen beraknél egyszer egy messzi... Biztos ingyenes napfort. Egy messziveteket, vagy egy Apollo forfortit, csak hát ezek azért ugye nem úgy tesztelődnek. Vagy egy Ezali Dyingot. Igen. Bármi is az. Nem. Holnap hozok egy számot tőlük, nem, hogy megismerkedhess velük. Biztos beleszeretsz a zenéjükbe. Bezártunk. Vége van. Nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. A 6-os úton az M0-as csomópont előtt Pécs felé vezető oldalon baleset volt, helyszínen is folyamatban lezli. Óriási dugó van a Hengermalom út és a Budafoki út kereszteződésében, ott gázszivárgás van, mentők, tűzoltók, rendőrség a helyszínen, hatalmas dugó. 10-es úton is óriási a dugó, Solymáron áll a vége, gondolom Vörösváron még rosszabb. Ide állítanám, aki miatt ez megy 20 év, legalább szívnál döcögő autók szagát, gizus, írja nekünk. Ott még mindig az a lámpa van, szerintem, az űrömi lámpa, ott csinálnának egyszer egy körforgalmat végre, az egész megoldódna. A rendőrök most zárják le a Budafokit, a Galvanitól kifelé, konténeres küldte nekünk, és a Csömöri úton befelé akkora a dugó, hogy hű meg ha, ez Brown küldte nekünk. Jó nap, SMS-e. Végre a Feri is hozott zenét. Addig álljál fél lábon, amíg én ezt hallgatom. Igen, jó ez gyerekek, egy jó nagyon. Azért elkezdel Ferit, ahogy a konyhámat érted szeretelni a zöldséget. Én a Janival vagyok gyerekek zenében. De nem lehet mindig hörögni, kell más is. Jóban, kicsit szűkíted, érted a... Na, csak hogy milyen SMS-ek jönnek az elmentes övezetre, hogy tényleg mennyire nehéz azért olyan műsort csinálni, mindenkinek tetszik. Nyilván nem is ez a cél természetesen. Van, aki annyit ír, elmentes nincs ma reggel? Vagy csak rövid volt, nem hallottam. Közel 50 percet beszéltünk a Gáborra. Nagyon jó és hasznos ez a rovat. Végre valaki kis fényt ad, és nem csak a népbutítás megy. Köszönjük. Szuper volt ma a téma, sokat tanultam, puszi Henni. Az a baj, hogy csak szerinted fontos ez, Balázs. Rajtad kívül ez az egész kit érdekel? Na tessék. Mondtad, hogy több oldala van a témának. Azért mondom, igen, nagyon szeretem ezt a rovatot, köszi, hogy vagytok. Szép napot nektek, üdv Rita. Balázs, nem veszed észre, hogy ezzel hónapok óta untatsz mindenkit? Állíts már le magad, hogy azért mennyire nehéz, ugye? Mindegy, gyerekek, nem. Van, amiből nem engedünk. Hát ebből nem engedünk. Jézus, ez a rovat, érted. Ez a rovat addig megy, amíg én itt vagyok, aztán maximum néhányan ilyenkor átkapcsolnak, reméljük 9 után visszajönnek, nem. Ez a rovat nem megy sehova. Csak ha egy bérgyilkos elteszi lábaló Gábor. Milyen a fehér, vagy piros pötty homlokodon. Szerintem egyébként az egészség mindenkit érdekel. Meg a gyerekeinek az egészsége, gondolom, meg a szüleinek az egészsége, és hogy az embereknek joguk van tudni azt, hogy vannak a más alternatívák is, azokon kívül, amiket mondjuk így a reklámok a televízión keresztül sugároznak felénk, meg amikor azt állítjuk, hogy egészséges, meg jó, meg egyed, meg használd, meg vigyed, aztán majd tényleg, nagyon sokszor elmondjuk, hogy majd az emberek eldöntik, hogy mit csinálnak, csak lássák a lehetőséget, a választási lehetőséget. Figyelj, én is ezt gondolom, hogy azért egy reggeli műsornak elsődleges célja a szórakoztatás, persze, de azért egy héten egyszer egy rovat, de egyszer bele kell, hogy férjen, hogy komolyabbak vagyunk, vagy kicsit beszélünk olyan dolgokról, ami sok embert érdekel. Ráadásul tényleg nyilván ezzel lovagol most mindenki, tehát ez nagyon fontos. Meg mindenki, hogyha megfigyelitek, mindenki úgy akarja eladni a termékét. Itt nyilván élelmiszeripari termékekről van szó, hogy egészség. Ez a hívó szó, az egészség. És aztán sok esetben ezekről kiderül, hogy hát mégsem annyira egészségesek, mint amennyire állítják róla, sőt. Igen. A morningshow.hu-n egyébként vissza tudjátok hallgatni ezt a beszélgetést, érdekes volt. Na, megjelent egy kutatás, illetve pontosabban egy kimutatás, és érdekes, sőt, mi több érdemes erről beszélni, mert hogy állítólagosan egy szaklap lehozta, hogy míg a 80-as évek végén reálisan látták a felnőttek csemetéiket, mostanra azonban sokkal elfogultabbak, például a többletkilók szempontjából a gyerekekkel. És ez a kimutatás kimutatta egész egyszerűen, hogy a 80-as években akik szülők voltak, sokkal tisztában látták a saját gyereküket, most azonban nem látja a szülő, ha kövér a gyerek. Aha. És mindenre fogja, csak arra nem, hogy kövér, egyszerűen nem hajlandó beismerni, hogy elhízott a kölyök. Ez egyébként egy nemzetközi felmérésből derült ki, és Magyarországon is kutatták ezt a dolgot. Most, hogy ez milyen kutatási módszerekkel, az is érdekes lehet, de ezt most hagyjuk. Ahol az egyik szülő elhízott, abban a családban 30% az esélye, hogy a gyerek is az lesz, ugye, tulajdonképpen. és ahol anyu-apu duci, ott 80% hogy a gyerek is duci lesz, hát egész egyszerűen nyilván öröklődik a genetika, vagy az elhízásnak a valószínűsége. Hát vagy nincsen külön étrend. Vagy nincsen külön étrend, és igen, apuci jókat eszik, és akkor a gyerek is odaül egy kicsit segíteni. Tehát miért ne segítene? Hát ezt látja nyilván. A szalonnából jut neki is. Így van, kincsem egy kis csülköt a babapiskótár mellé. És aki kérdít a túlsős szülőkről, a beszéltél meg túlsős gyerekről, ők se látják azt, hogy túlsős a gyerek. És képzeld el, hogy a túlsúlyos szülők nem látják, illetve nyilván önigazolás miatt nem ismerik el, hogy a gyerek túlsúlyos. És egyébként, ha megnézed, döbbenetes, hogy pocakosabb szülők gyereke, ha elmész itt szállodába, elmész nyaralni, vagy valahol, mit teszik a gyerek, mi van a tányérom, hogy anyuka, aki egyébként 120 kiló, jön ki az étteremből, ott jön mellette a kisrác, szintén jó húsban van. De nem, és látod, hogy még egy ilyen 4-5 gombóc vagy van a kezében, kis palacsintát ott majd. Nem jön ki az étteremből, leválik az étteremről. Igen. Hogy egyszerűen nem ismeri el. Ez érdekes ennek a lélektana egyébként, hogy miért. A mintát követed egyébként egyértelmű gyerekként. Tehát ha látod, azt tiszta, igen. Sokat eszik, akkor... Hát meg látod, hogy mit eszik, azt teszed te is. Hát amit a szülő eszik, azt teszi a gyerek asztalára is. Szerintem nem főzöl külön a gyerekre. Ami a szájízed szerint van, azt megcsinálod, és a gyerek előbb-utóbb abba beleszokik. Nem? Mert se a gyerek nem kövér, se a szülő, maximum ünnepien telta, vagy ízlésesen malett. Tehát kikérjük magunknak, hogy kövér a gyerekünk. Nem mondasz, nem? Nem. De nem az! Ne húzz fel! Én nem láttam most a gyerekeidet. Mutassak képet. Nem láttam, én nem nézem, vagy nem vagyok Facebookon. Az volt az. A szernye! Én nem tudom. Tessék. Soma. Somáról látok most egy képet, amint egy... Nézd meg azt a hasizmot. Figyelj, jó húsban van, de nem mondanám, hogy kövér. Hogy lenne már jó hús? De még kicsi ahhoz, hogy megmond, hogy ő valójában kövére. Mutatom a másikat. Mutatom a puffasztott rist. A puffasztott rizs? Igen, ő az. Várjál, keresek egy olyat, ahol jól lát. Ez igaz lehet egyébként, hogy egy kövér szülő nem mondja a gyerekére, hogy kövér? Vagy nem látja kövérnek? Szerintem egyébként nyilván igaz, nem? Nehezen fogadják el, szerintem, magát a tényt. És ezért van benne egy pici önáltatás, és nagyon sokszor hallom azt, hogy majd meg fog nőni, majd amikor megnyúlik, akkor eloszlik rajta, stb. És hát nehezebb változtatni a saját szokásaidon annak érdekében, hogy egy gyerek is mondjuk egészségesebben nézzen ki. Pedig ott azért ennek... Pocakos, látod? Nem kövér. Mukesznak a kis pocia azért. Nem, figyelj, van egy kis pocak, de hát figyelj, azért egyikötök se kis darab. Mi van? Már hogy értve? Nem, mit mondtál a békára? Hát most azt mondtam, hogy azért nem vagytok egyszábelőek. És hát se a béka, hát nem fúj át rajtatok azért a passzacél. Nem kell téglát tenni a zsebetekbe. Hát nyilván azért ez genetikailag öröklődik a gyerekeknek. Téglát tenni a zsebetekbe. Igen, emlékszem, amikor kim voltam, látok, akkor is jött a béka, lesöpört a morzsákat az asztalról, és engem is lesodort a székről. És azt mondta, hogy ezt a nagyobb morzsát inkább a mosogatóba dobom. Nem, én a Jani vagyok, engem ne tegyél a mosogatóba. Szóval, hogy igen, nyilván. De hogy mikor jön el az a pont, amikor egy szülő... Nem kövérek. Jó étvágyúak. Megesznek mindent. Egyébként egy jó étvágyú gyerekek nagyobb öröm, mint akire úgy kell mindent letuszkolni. Tehát egy mit mondod, megesznek mindent. Tudod, mennyit főz a Feri? Igen. A múltkor megvártak kint a közért előtt, és addig megettek 2 biciklit. A vezetővel egyet. Igen, csak a láncot hagyták meg, mert az túl olajos volt. Soha megmondtam, hogy tedd le azt a bringát. Nem jó a küllő, még ha gyomorsan szét is marja. Azért nem mondja meg a kövér szülő, mert az egy önigazolás, hogy én is kövér vagyok? Tehát ránézel a gyerekre, én láttam kövér gyereket. Én megmondanám annak a gyereknek, hogy menj anyádhoz, kövér vagy. Igen. Érted? Vagy mondd meg anyádnak, hogy ne zabáltasson ezzel, mert téged tönkretesz. Szerintem ebben az igazságtalanság, hogy a szülő úgy teszi magát tönkre, hogy akarja. De mikor azt látod, hogy az elhízott szülő, jönnek nagyon helyesen ketten 130 kilós, amiről nem biztos, hogy tehetnek, ugye nem mondjuk azt mindig, hogy ennek az ember tett róla, lehet, hogy genetikai oka van, betegség, bármi, de mondjuk tételezzük föl, hogy táplálkozás. És akkor azt látod, hogy 6-8 éves gyerekekkel ugyanezt teszi, és ott van az a gyerek, és már nem tud futni, liheg. Egyszer sajnálod. Egy ideig vicces az, hogy anna, mi van, kisbolygó. De hogy amikor a saját gyerekedet nyilván. Igen, mert az a baj egyébként, hogy, és ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, tényleg viccet félretéve, hogy a gyerekek nagy része kifejezetten már ilyen gyerekkorban is gyakorlatilag ülő életmódot folytat. Oda köti az életmódja a gép elé, ott csetel, ott játszik, adott esetben ott van mellette a televízió, és emellett az iskolában is ugye folyamatosan ülnek, persze, oké, van ez a napi egy tornaóra, jó, ha akarom, ez jó, ha nem akarom, akkor meg kevésbé, ez is szerintem tornatanár, vagy testnevelő függvénye, szóval, hogy az ülő életmód mellett ezek a gyerekek nagyon-nagyon könnyen megindulnak lefelé a lejtőn, és borzasztó következményei lehetnek. De egyszerűen lehetni fogyókúrázat? Tehát ha látnád, hogy ők elhíznak, elkezded fogyókúráztatni, raksz egy lakatot a hűtőre, és igen, nem adsz neki enni? Azt is nehéz mondani, hogy akkor most nem eszünk este 7 után. Hát meg elhúzza a hűtőt a faltól, az hátulról jut be. Vagy alulról, a szobából áll el odáig. Nem, megeszi a körbeépített konyhaszekrényt körülötte. Ha tudatosan háttérsz a normális étkezésre, és visszafogod, akkor oké a dolog, de egy gyerekkel ráadásul megcsinálja, amikor rád néz a csillogó szemével, hogy ő még megenne egy 15-20 deka kolbászt este 9-kor. És megmondaná neki, hogy lenne, hogy megenné, de ilyen 2 óra van, bírnál ki legalább az éjszakát evés nélkül. Te megmondanád a gyerekedre, vagy mondanád a gyerekednél, látnád, hogy kövér, vagy azt mondnád, hogy... Nem, most a Ferit kérdezem, ja, mert genetikailag ugye nálatok lehet ez. Ez igen. Folyamatosan kövér, ez bennünk. Hát nem, hát az egész családot... Itt ül két vékonycsontú, egy szávelő ember, mert nekem a Viki 40 kiló, érted? A Benni úgy néz ki, hogy nem lehet átvilágítani annyira vékony, ráadásul rohadt rosszul eszik, tehát hogy nem tud. Azért kérdezem, mert nálatok azért ez... Nálunk ez a pandánál gond, a sománál nem, de a pandánál most már ő 6 éves lesz lassan, és van egy felmérés, ami szerint a 9 éves korában a gyereked túlsúlyos, akkor igen, nagy valószínűséggel 80%-ban felnőttként így is van. Az lesz. Tehát ez egy valós veszély. Nála most már például beszélni kell erről, de mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, vagy a Pannával legalábbis, hogy nála azt is el lehet érni, hogy akkor mondjuk alma van este. Csak aha, amikor csak nagyon zabosan fekszik. Igen, kicsit nehezebb visszafogni a dolgot. De vele például meg kell. Igen, és a csutkáját is letolja egybe. Alma van, de mennyi apa? 3-3,5 kiló, de utána elveszem. Igen, csak pici cukorral megszorva lelezel. Utána kiveszem a kezedből. De nála például már erről beszélni kell, tehát dumálni kell. Arról figyelj, nem zabálunk föl mindent, ők egyébként éjjel-nappal mennek, tehát hogy a mozgásszegény életmód az ránk nem jellemző. A két gyerek az mint az őrült, de ne vele már beszélni kell. Jó, de mire a fél disznót hazahozza a vállán a gyerek? Igaz, azért az eléget egy pár kaló. De az sem jó egyébként, mert tényleg azért, ahogy Balázs is mondta, Vikirek meg olyan vékony a keze, hogy a múltkor megsimogatta az arcát, és az oldal már meg volt borotválva. Figyelj, nálunk nagyon nagy küzdés van, tehát én nem tudom, mi a jobb. Én egy jó levő gyereknek, én imádom persze a saját gyerekem, de mi olyat küzdünk vele, hogy egyszerűen nem érdekli az evés. Nem érdekli, hidegen hagyja. Nem tudod semmit kicsomagolni, mert megvárja a gyerek, már megújja. Tehát egyszerűen azt látod rajta, hogy olyan szinten hagyja hidegen az evés, hogy úgy kell oda könyörögni az asztalhoz, mert azt gondolja, hogy ő lemarad valamiről. Tehát ő közben játszana, a mesét nézne, rohangálna, gombát szedne, begyűjteni a 26. szöcskét, amit aznap éppen készül pohárra tenni. Ez tulajdonképpen megölni. Kifejezetten magas fehérje tartalmú, na vajon miért? és egyszerűen irigykedve nézem azon gyerekeket, vagy azon szülőket, ha elmegyünk valahol, hogy a gyerek ott ül, rengeteg minden a tányérján, és a gyerek, az élvezetet látom, hogy eszik. A Benin azt látom, hogy neki ez egy nyűg. Tehát én sokszor gondolok rá, hogy egyébként nagyobb öröm így etetni egy gyereket. Igen, csak mondom, a másik oldala se könnyű, mert ott meg a megvonás, de szerintem tehát lehet azt is normálisan csinálni, de például érdekes lehet, ha megnézed azt, hogy te hogy eszel, te mondjuk eszel, de például te tök felületes vagy evésben. Igen, tőlem örökölte Beni, nekem igen, nem örömszervés. Nem öröm, nem. Te csipegetsz mindenhonnan, eszel is már még leginkább más tányérjából a Jani agyára megyek. Nem baj, 6 hétig leszünk összezárva, szeretni fogod. Majd megszokod újra. Igen, tulajdonképpen én nem ebben találom meg úgymond az örömet. Szeretek enni, meg jó ízeket enni, de nem egy központi... létkérdés az evés. Tehát ha 11 órakor éjszaka, én nem térdelek be a hűtő elé kétségbe esett szemmel, és akkor most ide neked. De egyébként szerintem erre is vezethető vissza az, hogy mondjuk sem a Viki, sem a Benni nem ilyen falógépek. Mert tényleg ezt látják, hogy mondjuk olyan gasztromágnes lennél, mint amilyen például a Feri, hogy érted, bármit csinál, az a rohadt jól néz ki, iszonyú gusztusos, tökre megkívánod, tökre ennél belőle. Persze, hogy nehéz. Nehéz megállni a gyereknek is, amikor látja, hogy mi van az asztalon. Há, hogyne? Persze. Nehéz azt mondani. Például szülőként tök nehéz azt mondani, amikor azt mondja a Panna, hogy ő még enne egy kört. Tudod, az ebéd. Azért este 11-kor ez már lebeszélhető, nem? De ő csak 10-30-kor szokta ezt kérni. 10-11-kor azért ezt meg lehet indokolni, hogy rendben van, de hogy már nincs messze a reggel, néz ki az ablakon, már világosodik, feküdj le egy kicsit. Ott van a reggeli szendvicsed már. Hány kit méritek, vagy kell mérni? Kicsodát a gyereket? Hát igen, hát azért, mert ugye a Sománál nem, de 6-8 évesen már azért el kell, hogy induljon valamilyen kontroll. Hát figyelj, azért 1,90 vagy, 120 kiló, hát nyilván örökli azért. 120. Hát most nem vagy annyi, de voltál annyi. Voltál, de már 25 is. Már nem, igen. Egy 125 kilós palinál azért nyilván a gyerekek is jósban vannak, de persze ez nem baj, hogy van egy kontroll, vagy van egy arányszám, hogy egy 7 éves gyerek, ha mondjuk 30 kilónál több, akkor már oda kell figyelni. Van ilyen szám? Biztos van, nem? Az felnőttnél is van, tehát nálunk is. Csak van, a legutóbb megette a mérleget. És a védőnővel együtt. együtt. És felzabálta a védőröt. És ha le akarják mérni a gyereket, akkor mindig el kell menni az egyetértés MGTS-ben, mert ott van mázsáló gabonátlőhelye. Jött a soma, ő még ráment a bal combjára a védőnőnek, ami maradt belőle, de mint a piranyák ketten felzabálták a védőnőt. Biztos vannak ilyen számok, a nem? Magassághoz mérik ott is, meg ugye életkorhoz. Tehát a pannánál az a 45 kiló, az nem sok szerintem ötös. Nem annyi. Azt tudom, hogy amikor én birkóztam, én ahhoz viszonyítom a Benét, amikor birkóztam, én 27 kilósan nyertem meg az első házi versenyem. És hány éves voltál? És akkor 10 éves voltam. Akkor Panna téged már odavert. Mennyi most? Ja, 20, most azt hiszem 28. És mennyi? 7? 6. És 28, én 10 évesen voltam, 27 kiló. Megvan az oklevelem, hogy 1987, aha, birkozás, első házi verseny. Jó, de ő 27 sűrű kilóban. Tessék? De ő sűrű. Hát szerintem ő ott odavágott volna. Igen. Végem lett volna. Hát milyen jó, hogy nem kordukált versenyeken indultál még. És akkor nézitek ezeket a számokat? Más például azt is nézik, hogy milyen a zsír összetétel, hogy kemény húsú vagy ilyen puha zsír. Ott nem lehet, hogy csak pedofil az orvos. Ne, a védőnéni nézi. A védő kell egyébként. Mielőtt megette a gyerek. Tehát, hogy ezek mind vannak, ezek mind befolyásoló tényezők, de nehéz szülőként azt mondja. Ráadásul te főzöl, érted, azt mondja a gyerek, apa, én még ilyen finomat nem ettem életemben. Hát jó van, de most már add vissza a tányért, és feküdj vissza. Kiveszed a tányért az öletből, és most már lámpaoltás. Erre azt mondod, nyilván hogy nem, persze, de valahol meg kell neki mondani, hogy nem ehet többet, nem? Meg, ezt többször megmondjuk, ő ekkor cirkuszol, és akkor valami jutalomfalatot keresel a hűtőben. Jó, itt van lefekvésnek 10 kocka cukor, de nem azt nem eszik. Hát helyes, nyilván nem, persze, hűlök, hát kocka cukrot nem. 2 kanál kristálycukor, egy kis meleg vízzel. Kocka, hát ezt érted, rágni kell. De nálatok is probléma azért, mert azért a virág is kicsit rááldogált a szénhidrátra, nem? Igen, tettünk is róla. Láttam a múltkor alkatilag azért. Hát igen, azért ott van. Mondjuk ő nagyon magas is hozzá. Leszúrod majd egy környezet 3-asért, le fog fejelni. Figyelj, tehát hogyha egy kislány 12 éves korában mondjuk 1,60 körül van már, azért azon látszik, hogy ott van anyag. Nem tettél fel a Mónikának kérdéseket a fogantatásról? Hogy azért az 1,60-as a gyerek 11 év után már 1,75 lesz. Hát ez gyerek magas. Nem, csak az mindenki, de velem azért jobb volt, nem? Azért kérdezem, lenne egy 11 éves 1,60-as gyerekem, azért én álluk, ha tennék 3-4 keresztkérdést. Náluk az van, hogy nagyon érdekes, mindig azt szoktam mondani, hogy a két apának, pontosabban hát a nagyapjainak a genetikáját ötvözte a gyerek, mert hogy a Mórinak az édesapja az nagyon magas volt, az én édesapám meg nem volt annyira magas, viszont birgalmatlan sűrű volt. Tehát mint egy atommag gyakorlatilag. A virág jó leszik egyébként? Jó evő? Hát enyhén szólva. Igen? Enyhén szólva, igen. És ő igazából nem eszik, ő pusztít. Istenem, de jó lenne, csak egy napra adjátok minden étellel, és megsemmisíti őket. Adjátok kölcsön. Tehát figyelj, jöjjön már át egyszer hozzánk, hogy lásson a Beni egy jólevő gyereket, komolyan. Mi úgy etetjük a Benit, hogy vacsora van, becsaljuk a székbe, mint egy nagy vadat, elejtjük, Viki gyorsan megbilincseli a lábait, két vasgolyót tesz a lábára, a gyerek rúgkapál, és amíg ki akar szabadulni, addig gyorsan beletömünk valamit. Tehát kezdek karagyanakodni, hogy fényel táplálkozik konkrétan. Az a baj, hogy tudod, mindig szokták mondani ezt a lefekvés előtt, valamikor vacsora után, tudod, egy alma, egy joghurt, egy banán, egy kis szőlő, meg ilyesmi. Ez jó így étkezések között? Nem, hát mondjuk az utolsó étkezés az gyakorlatilag. Ez nem gond, hogyha mondjuk hétfőn, kedden, szerdán van. Virág viszont ezt egybe letolja egy nap. Tehát egy kis szőlő, egy kis joghurt, egy kis banán, még így lefekvés előtt tudod, így eltűnik benne. Ez gyümölcs. Ez gyümölcs, ez egy kis szegény joghurt. Vacsorázik, és de még lefekvés előtt majszol. Majszol egy kicsit, igen. Édes gyerekek. A Benivel itt valami nagyon komoly. Édes level. Semmi baj, nem úgy eszik, nem, igen. Hát csak mondom, hogy külön projekt nálunk, amikor így látjuk, hogy rá van tekeredve így a paplan, vagy a takaró, és akkor így meg kell tőle szabadítani, és akkor mindig a Móni szokott nekem szólni, hogy szedd már ki alól a létszás takarot, mert nekem már nincs erőm most. De ugye össze-vissza fetreng az ágyon, alvás közben ugye forog mindenfelé, és úgy kell oda mennem, és így régebben annyi volt, hogy megemeltük, kihúztuk alatt, na most emeld meg. Érted? Tehát. És akkor van ilyen, hogy ti is elzárjátok, hogy nem ehet? Vagy azt mondod, kiveszed a cukrozott joghurtot a kezéből, mert a legtöbb joghurt cukrozott, nyilván nem natúr joghurtot eszik, és azt mondják, hogy virág ezt most nem. Móni eleszi elő. Aki egy gyorsabb. És a gyerek vissza, hogy mennyi nem, vagy megharaplak? Vagy, tehát a gyerek most sportolt egész nyáron gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy hetente egy pihenőnapja volt, és nagyon-nagyon komolyan, akarta, vagy következetesen. Hát az volt, amikor akarta, volt, amikor nem. Aha. De szerintem következetesnek kell lenni ebből a dolgon. Most nem úgy kell elképzelni, hogy mentem mögött a mountainbike, azt ütöttem a hátát egy ízével ústorral, hogy fusson, vagy ilyesmi. Nem elektromos ösztökével. Igen, ézen. Volt előtte egy kis cél, ugye az Ironman-en volt egy ilyen gyerekeknek rendezett ilyen kis futóversenyecske, ezt meglebegtettük előtte, mint célt, hogy ha ezt lefutja, majd kap kis érmet, kap kis pólót, meg rajtszámot, meg ilyesmi. Valami kis cél kell a gyereknek, hogy ő is motiválva legyen. És ilyen kellemeset a hasznossal alapon az egész nyarát végig sportolta gyakorlatilag. Kell ez a fajta következetesség, mert mondom, ő is azért elég sokat ül a számítógép előtt, ő is szeret tévézni, de ha emellett nincsen az életmódjában mondjuk aktivitás, akkor nagyon nagy gondok lehetnek belőle. Mázlid vagy rá tudod venni, tehát sok szülőnek az a baj, hogy elviszi a gyereket ilyen sport, és a gyerek azt mondja, hogy nem. 11 évesen a gyereket megerőszakolod, ha nem érdekli, nem megy el. Tehát a világnak van affinitása, ez jó, de isteni szerencse. Olyan családban nem érdeklik a sportok, pedig az apa mondjuk sportol. Tehát, hogy az a baj, mondjuk, hogy most pont azt akartam mondani, hogyha nincsen jó példa a gyerek előtt otthon, tehát hogyha azt látja, hogy mondjuk apu is meg anyu is egy picit molettebb, akkor ő sem érzi azt, hogy neki nagyon kellene, hiszen apu meg anyu a legnagyobb példaképek, rájuk néz fel, őket szereti a legjobban a világon, és hogyha ők egy picit molettebbek, és mondják neki, hogy sportoljál, akkor a gyerek nem érzi, mert azt látja, hogy itt van egy kis ellenmondás, hát ők se sportolnak, én miért sportoljak. És te is eszel este 9-kor, akkor én miért csinálom? Ezért jó az, hogyha mondjuk mind a hárman egyszerre változtok. Mit csinálják a Benivel? Semmit az ég egyet. Napközös távol Rákócziéknál. Tessék? Sos sincs erőltetett. Én azt hiszem, hogy egyrészt nem is szabad, kettő gyerek megutálja az el, és három pontosan van annyira okos, azért, mert gyerek nem hülye, csak gyerek, ő tudja, hogy mennyit kell vennie. Nincs zapot. Na jó, hát ezt infúzión keresztül kapja. Este bekötjük neki, berakjuk a branült, amíg alszik, és itt felsziszel a szúrásra, és utána lefolyik neki infúzió formájában az zap. Nyilván nem, tehát én nem erőltetem, ő pontosan tudja. Tehát nincs annál szörnyű, amikor a szülő odaülteti és belezsarolja a gyerekbe az ételt. A gyerek nem hülye, tudja, hogy mennyi kell. Én még nem láttam olyan gyereket, aki egyébként úgy halt volna éhen, hogy közben ehetett. Nyilván nem hal éhen. Csak tudod, rossz, tehát hogy úgy szülőként maga a táplálás azért az egy elég erős ösztönkör, hogy jó nézni, amikor a gyereket eszik. Pontosan ezért gondolom, amikor elfogyasztotok három őszt a gyerekekkel, tök jó, hogy háromba sose kezdünk bele, mert négyen vagyunk, legalább az négy. Felzabáljátok fél pilist. Így van, vaddistok sivítva menekülnek, érted? Igen, a gyerekednek a képe kint van a vadasparban, hogy áthúzva. Most van itt. Tehát, hogy azért az közben szülőként jó látni baromira. Tehát nekünk ez egy ilyen nagy hiányérzet, hogy nem. Mondjuk az is szerintem az egyik ok lett nálatok, hogy egyikőtök sem főz igazából otthon. Nem látja a gyerek. No, de tudod, milyen jó a Mirellit pizza? Ja. Az is főzés. Igen, frisbee. Akkor vágnám le a bal kezemet, amikor ilyet adnék. De a Viki főz egyébként. Na, de miket? Pirított. Ha igen, nem kent rá semmit, mert az kicsit nálos. Vajon nem adunk a gyereknek, üresen kapja a pirítóst. Igen. Nem, hát szokott főzni. Csak tudod, azért nincs akkora sikerélmény, hogy én se vagyok evésközpontú. Anyukát hogy főzött? Mi között hozzá? Hát csak nem, arra gondoltam, hogy ha esetleg van egy szabad szobátok, és ezért én akarsz, hogy csinos asszony. Egyébként jó csaj. Bírod a milfeket. Figyelj, egy kis abszint után. Hallod, helyetted egy jó omulett. Pálikorátnél. Anyám jól főzött. Jól főzött? Jól, igen. Hát most mit mondjak neki? Hát azt az adást, mama. És hogy Isten az adást mit mondja. Nem, ő kiválóan főz, meg a nagymamám is, a drága nagymamám. Na, de ez például egy érdekes dolog, hogy akkor dehogy nem vitte tovább ezt a mintát. Mit, hogy jól főzök? Igen, mert hogy téged annyira nem érdekel a főzés. Hát nem. Hát valljuk be őszintén. Hát náluk meg ugye úgy nézett ki annak idején reggeli, hogy apám mondta, hogy nincs sok időnk, ugye, hogy csak 10 darab tükörtojás, némi szalonnát sütöttünk le. A szalonna zsírjába egyébként kisütött még kenyérszeleteket, meg néhány szelet mája csak azért, hogy legyen, és akkor utána pedig jó cukros, tehát fél litert. Ezt toltad be? Ezt minden reggel. Illetve minden reggelink az így történt. Csoda, hogy életben vagy. Aha, egyébként. Miért lenne csoda? Egyébként egy jó reggel nincs azzal baj. 3 évesen 18 kiló voltam, így egy hallgató. Állítólag azt mondta a doki, hogy mehetek suliba. Fiam 13 éves, plusz 7 kiló, családdal közösen diétázik, fél évbe telt, hogy este ne hisztizzen a kajáért. Igen, ebben ez a kemény, hogy egy gyereknek azért nem tudod megmagyarázni, az üres hassal lefeküdni, az nagyon kemény. Kövér családban voltam, cérnaszál, mindenki engem tömött, azóta is utálok enni. Írja nekünk a Mari néni. Anyósom hízlalta az egész családot, szerintem valaki jó húsban van, kevésbé lesz beteg. Ez is igaz, egyébként nyilván valakinek jó a kondia, hát nem? Igen. Ellenállóba szervezet. Igen. Nem kövér az, hanem a súlyához képest alacsony. Majd kinövi magát. És egyébként meg tényleg, tehát ne hagyjuk már ezeket a tudatos, kinövi a gyerek. Így szép, ahogy van. Aha. Kész. Hát. azért érdemes lenne megnézni, hogy azon gyerekeknél, akik ugye sok édeséget esznek, ott a egyes típusú cukorbetegség az hogy öröklődik, és már gyerekkorban ugye, sőt már egyébként sokszor az anyamékben. Szóval ezekre azért oda kell. Van-e a sülkolbászban cukor? Nincs. Mehetünk tovább. Kivégezve. Nem cserélünk gyereket? Próbáljuk ki, én szívesen. Te hízlalod? Te mondjuk megőrülnél az én kettőmtől. Te hízlalod? A kettőt tudod, miért adom oda a kettőt? Én fogyasztom, mert rátok. Másrészt meg hamarosan kettő lesz, hogy érezd azt, hogy milyen jó, amikor beteszed őket a kádba, és eljátszanak egy óráig. Az jó, én odaadom az egyiket, a másikat még nem tudom, mert azért az... Igen, jöhet Viki is. De hogy játszol, már akkor a kádjam a Balázsnak, nem is találkoznám. Húznak körbe ők meg a cápák. Hol vagy? Ilyen nagy kádat még nem láttam soha. Cseréljünk gyereket, te kicsit felhízlalod a Benét, én a körmükre nézek. Figyelj, nálam este 8-kor már nincs hűtőnyitogatás. Tehát ott rend van és fegyelem. Aha. Ott nem zabálgatunk össze-vissza minden 11 órakor. Na, alvászom, 8 óra. Legyen az, hogy te kicsit hízlalod, én kicsit fogyasztom. Én benne vagyok. Jó vagyok nálatok, hogy szabáljon 10 után, nincs semmi a hűtőben. Ez is igaz. Kinyitott a kung fu. Úgy tudtam, hogy 3 évhez. Nem, mi nem éheztetjük a gyereket, csak valahogy ez nem öröklődött. Anyukám gyerekkoromban mindig valami kajával szaladt utánam, én szaladtam előle. Egyszer bablevessel is megtette, az egész ház bableveses volt, egy családi ebédnél pedig elbújtam a leves elől egy szekrény mögé. Az egész család engem keresett. Na hát, annál nagyobb hibát aztán még végképp nem lehet elkövetni, amikor a szülő egy kiskanállal rohan a gyerek után. Tudod? Ugye megeszed. Az meg aztán a legszörnyűbb. Jó, de hát ott azért vannak ezek a jobb bevált kis trükkök, az a egyén annyi kanállal, ahány éves vagy, most annyival ahány a nagymama. Igen. Ne aggódj Balázs, az én 8 évesen 18 kiló. Ha kisüt a nap, aznap már nem eszik. Ne aggódj Balázs, lesz kamasz, akkor majd enni fog. A fiam is sportol, napi 5 sportszeletet letol. István, köszönjük szépen. Jól van, 3-4-10 van, köszönjük szépen az SMS-eket. Egy pici reklám után jövünk a nap legjobb pillanataival. 10 perc múlva, pontosan 10 óra mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk ma reggel. Ugye kiderült, hogy talán a 12. kerületben az egyik parkolási cég 3 magánnyomozóval figyelteti munkatársait, hogy nem hagyják-e megvesztegetni magukat. Ez egy érdekes dolog, szeretnék, hogy korrupciómentes legyen a parkolás. Erről beszélgettünk, de nem is a parkolás részéről, hanem arról, hogy kivet már igénybe magánnyomozót, mit csinál pontosan egy magánnyomozó, lenne olyan eset, amikor mi figyeltetnénk mondjuk a saját párunkat, és betelefonált Erika, aki egyébként ugye hát a magánszektorba ment át, ő is rendőr volt, és kérdeztük egy-két dologról, hogy mit ilyen feladatai vannak egy magánnyomozónak, mit kell csinálni, még mindig egy kinyitott újsággal átszázzák-e magukat, amin ugye egy lyukat csinálnak úgy, hogy átégetik egy szivarral. Nyilván elmondta, hogy az már lejárt, és egy kicsit komolyabb a dolog. Erről mesélt nekünk. Érdekes volt egyébként hallani. Nem azt mondta, hogy egy privát állatkertben dolgozik, azt mondta, hogy magánzó. Hát, Isten. Én kérek elnézést. És ami drága Gáborunk volt újra a vendégünk, hiszen csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy 8 után elmentes övezet volt. Az ásványvizekről, a tisztított vizekről beszélgettünk, mit ajánl, mit nem ajánl. Érdekes volt, közel 50 percen keresztül beszéltünk erről, hát ezt megpróbáljuk most zanzásítva megmutatni, legalábbis a beszélgetés egy kisebb szeletét. Erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 1 perc pontosan 10 óra. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt tényleg, és látjuk az SMS-ekből, hogy sok mindenkit érdekelt, hogy ásványvíz kontra csapvíz, mit igyunk, miből mennyit igyunk. Morningshow.hu-n az egészet vissza tudjátok hallgatni. Jó, 10 óra után feltesszük a beszélgetést. Érdemes egyébként főleg annak, aki mondjuk megiszik naponta 4-5-6 liter ásványvizet, hogy az miért nem jó. Miért kell vigyázni a csapvíz? Gyerekek, mindennel vigyázni kell. Igen, tehát igen. Egyoldalú dolog az semből nem jó. Ahogy kiderült, a vízből sem. Ha vegyített, kevered, akkor jársz a legjobban. Csabi, hello, jó reggelt! Mindenből mértékkel, hello. Aztán sokat gondolkozom, miközben hallgatom ezt a rovatot, hogy te ezt mire használod, vagy miért szeretnéd, hogy minket elkeseríts, és mindenki más szenvedjen, menjen kilométereket egy pohár vízére, amiben aztán majd azt tarmántott, vagy nem tudom, mit szor bele, de nem szor bele köles lisztet. Te pedig a tejfölös csirkepörköltbe, nokedlivel még a kenyeret is beletunkolod, és te vagy az egyetlen, aki jól érzed magad ebben a raf életben. De egyébként érdekeseket én annyi dermesztő dolgot olvasok, hogy tényleg én csak azt gondolom, hogy feladatunk nekünk nagy nyilvánosságot erről beszélni. Aztán én tényleg, hogy olyan is mondja, én csak majd mindenki eldönt, hogy iszik ásványvizet, vagy nem. Tudjon róla az ember. Ahogy jó. Van egy deutérium csökkentett víz, jó, ha iszod, olvas utána. Ha 10 emberrel több vissza már, akkor az is jó. Köszönjük neked. Hívjuk a naphallgatóját. Hello, Balázs, morning show, ciao, hello. Sziasztok. Hello, írtál nekünk SMS-t, jó helyen vagyunk? Jó helyen vagytok. Megtörtént a dolog? Igen, megtörtént, sziasztok. Ó, írtál nekünk egy SMS-t, igazából nem szóltál hozzá a témához, csupán annyit írtál, most megyünk szülni, szurkoljatok. Gyösszi. Igen, az, hogy megyünk, az egy kicsit túlzás volt, mert a párom már benn volt tegnap óta. Aha. Én siettem, hogy ide érek a szülésre, mert eddig már kétszer szült, de mindig sietni kellett. De most időben ide értem. De a rutin és a szakma szeretete már ott van a hangodban, így a harmadik után. Tehát nem hallom az izgatott remegést, a rohanást és semmit. Tehát konkrétan úgy nézve, mint a 2 liter tejet vásároltál volna. Abszolút, igen. Megvagytok, jól van? Megszületett minden oké? Igen, megszületett 3 kiló. 54 centi, és Gergő. Szép, na, gratulál. Ó, hát azért ennyi. És ráadásul sok járatos. Egy újabb hallgatóval gyarapodtunk, igen. Így van. Jól van, hát nem mondtad, hogy morning show. Nem, most született gyereked, ne legyél már gyerekek. Meg a szülőszobán is ki kell mondani, nem? Mindenhol ki kell mondani, persze. Szabály a szabály! A szabály a szabály, de kivételt teszünk, ezt akartam mondani. Egyébként a Csabinak máskor, mikor megszülettek, már írtam, mert egy napon született az első 2 gyerek, csak 4 év eltérése, már csak ezért is megérdemlem az ajándékot. Megérdemled, meg most született a párod is, nehéz dolgom. Gratulálok én is, és nagyon sok boldogság. Köszönjük szépen. Gyorszikám, ez egy olyan nap, amikor az ember megérdemel egy ajándékcsomagot. Jó, úgyhogy tudunk mi is kivételt tenni, nem mondtad, de megérdemled. Óriási tejfakasztó buli, őrületes berugás, amíg. Hát az első 2-nél nem volt, lehet, hogy most lesz. Itt az ideje. Asszonyka 2 napig kórházban van, addig ma este nyugodtan egy kicsit vágjál oda. A 2 gyerekkel, igen, majd. Ja, tényleg, hát igen, a másik 2 viszont, igen. Igen, majd szolidan otthon gyerekpesdővel bulizom. Jó is az. 3 gyerek? Azért az kemény. Nemek aránya? 2 fiú, 1 lány. Ó, hát akkor még kell egy lány, és akkor megvan a vegyes páros teniszbe. Igen, ilyenkor szokott ikrek jönni. Igen. Ja, igen, és akkor lehet neked is. Igen, ilyenkor jön a 3-as ikre. De mire, nyugdíjra hajtotok, vagy mire? Hát figyelj, a 3. éri meg. Hát, egyébként onnantól kezdve kezd izgalmas lenni a dolog. Micsoda racionális gondolkodás volt, ez szimpatikus. Én ezt szeretem, igen. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Pénzügyes vagyok, pénzvilágában mozog. Pénzvilágában. De otthonosan? Nem, pénzszállító. Igen. Bankos. Hát figyelj, kitartás, 3 gyerek azért, az biztos nem könnyű. Győzikám, nem mondtad ugyan, de akkor téd az ajándékcsomag is te vagy ti vagytok a naphallgatói már. Nagyon köszönöm szépen. Mindahányan vagytok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Csabikám, remek zenék. Köszönöm kérdésed, és nem gondolom, hogy én feltétlenül nektek kell, hogy megfeleljek minden reggel, de azért néha kapom az évet, ha nem egy olyan dalt hozok, amit ma reggel írt valamelyik zeneszerző. De most egy olyat sikerült kiválasztanom. A világpremierrel egy időben, a következő órában meg fogjuk tudni hallgatni azt a Calvin Harris slágert, amit John Newman-nel közösen készített. Ugye Calvin Harris korábban már nagyon-nagyon sok ismert énekessel dolgozott együtt, önmaga is egyébként egy világhírű DJ, de talán a legnagyobb slágerét ti is ismeritek, amit Rihannával közösen készített, a We Found Love-ot, és szerintem John Newman napjaink egyik legjobb énekese, ő a babaarcú gyilkos. Én imádom a Butch Cassidy és a Sundance Kid óta, irgalmatlan jó csáv. Erre a poénra azért vártunk. Na, hogy milyen lesz ez a Blame című dal, azt pedig nem sokára megtudjuk. Tehát világpremierrel egy időben egy újdonság a Calvin Harris-től és John Newman-től. Ez is jó? Érzem is egy kicsit most a dőfőséget a hangodban. Egy világpremier nálam. Ezért az a világpremier, hogy a világ összes kívánság műsorában ül valahol egy német abbaházi Csaba, egy amerikai, egy délafrikai, egy igen. Nála belőlem egy csak egy kongói, és egyszerre nyomjátok a gombot? Hát vannak kiválasztott rádiók a világon mindenhol, akik ezt megkapják. Nem biztos, hogy ez Németország. Németországban például a filmek azok később érnek oda, mint Magyarországon. Tehát lehet, hogy ott a kívánság műsorok is így működnek. Hát Oroszországból mennek. De szerintem ez ilyen Európára vonatkoztatható dolog, tehát hogyha a időeltolódás miatt nem sikerül pont ebben az időpontban, nem tudom, Amerikában, akkor valószínűleg az időponthoz legközelebbi alkalommal fogják le. És akkor ez egyfajta szakmai elismerése az elmúlt több 15 évben, nem? Egyrészt az enyém, utána a kívánságműsor, és legvégül a Klassz FM. Na jó. Csabira, a kívánságműsor 555 55 00, ez a telefonszámi, pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao.